ötödik fejezet, amelyben a kisdiák családok életébe keveredik bele, s olyan dolgokról hall és olyanokat lát, amik nem tartoznak a gimnáziumi tananyaghoz. Például szerelmes levelet közvetít, ami szintén hiányzik az államilag jóváhagyott tantervből. Dorogék egy nagyobb parasztházban laktak, a ház első végében, hátul laktak a házigazdáék. A ház kívülről fehérre volt meszelve, de belül a szobák pingálva voltak, ez tette őket urasabbá. Két szobájuk volt, az utcainak volt három ablaka, kettő az utcára, egy az udvarra, az udvarinak két ablaka a tornácra. Ők a belső szobában tanultak mindig az utcaiban, a nagy ovális asztal mellett, s rendesen lámpát kellett gyújtani a végén, mert december vége felé járt az idő, és hamar sötétedett. Volt ott egy csomó ember abban a lakásban, magas, nagy nők, de ő valami két hétig nem tudta őket megkülönböztetni egymástól. Azt nem szerette, hogy annyi nő van ott, három felnőtt lány. Különösen volt köztük egy kisebb, az mindig vihogott. Nagyon utálta érte. Torogit otthon Sanyinak hívták, még helyes írás se tudott. Még a szorzótáblát se tudta, latinból olvasni nem tudott. Kétségbe kellett esni rajta, hogy fogja ő ezt megtanítani valamire. Legokosabb az lett volna, hogy megmondja a szüleinek, vagy a tanár úrnak, de ez még akkor nem jutott eszébe. Úgy gondolta, hogy őt nem azért állították mellé, hogy vádaskodjon rá, hanem hogy megtanítsa arra, amit nem tud. Az ám, de hogy? Ha valamit nem tudott, akkor ő mindig visszább ment egy kérdéssel, mert ha nem tudja egy igének ragozni a konjunktívuszát, akkor próbáljuk először az indiaktívuszt. Ha nem tudja a futurumot, a jövőidőt, akkor lássuk elébb a jelen időt, a presence. Aztán kiderült, hogy még azt sem tudja, mi a különbség a prezenc és a perfektum, a jelen és a múlt között. Akkor neki látott, hogy ezt megértesse vele, hogy a cselekvésnek a három fő történési idejét kivilágosítsa előtte. Igen, de aztán észrevette, hogy nem csak a pluscumen perfektumokat nem tudja, és nem csak az igeragozással nincs tisztában, de még a főnévragozással sem, azt se tudja, hány tő szerint osztályozzák a főneveket, tehát még visszább kellett menni egy egész esztendővel. És legvégül vissza a legelső leckére, mert még azt se tudta lefordítani, hogy a lauda volat, rana coaxat, pedig ez volt a békési nyelvtanban a legelső lecke tavaly. Mivel azonban mégis kellett a holnapi napra is készülni, borzasztó bajok voltak a repetícióval. Hogy lehet ismételni annak, aki minden napra új leckét kell, hogy megtanuljon, jól lehet, a tavalyit sem tudja. Kétségbeesett vergődés volt ez a tanulás, és neki a szája elfáradt a sok kérdezésben, mert természettől jó tanítónak születve, önkéntelenül inkább tett 20 kérdést, mint hogy egyszer megmondjon valamit. Mindent belőle magából akart kihozni, öntudatlanul is, logikai kapcsolatok alapján építeni fel. Erre azonban sem elég idő, sem elég erő nem volt egyiküknél sem. Mit csinált maga, amikor ezt tanultuk, mondta idegesen. Mivel Sanyika erre sem felelt, ezt is végigkérdezte, egy csomó keresztkérdéssel, mert mégis kíváncsi volt, hogy lehet, hogy semmit nem tud olyan leckékből sem, amiket különös figyelemmel tanított meg, s gyakorolt be a tanár úr. Mégis mondja meg nekem, mit csinált ekkor meg ekkor. Sanyika törte a fejét, aztán azt mondta, akkor éppen 4-est fogtam be. Mit? 4-est. Milyen 4-est? Az nagyon egyszerű. Fogni kell 4 legyet, és cérnával összekötni,
és szántanak, de az igazán nagyszerű. Kis nevelő tátott szájjal hallgatta. Szántanak. Igen, ki kell cseppenteni egy jó kis tinta cseppet, és azon, ha keresztül mennek, akkor barázdát húznak. A nevelő maga is nevezett, ezen a kis zsivány megbátorodott, és azt mondta. Számtanórán pedig, tudja, mi a nagyszerű? Fog az ember pókot, sokat lehet fogni a hátulsó udvarban, a reteráltba, akkor annak a lábát kiszedi, megszámolja, hogy egy láb hányat kaszál. Hát földrajzórán. Földrajzórán, mondta Alamuszian Sanyika. Akkor nincs rá idő, mert akkor figyelni kell. Mire? Hát, hogy mikor lehet röhögni az öreg názón. Nyilas nevetett, aztán komoly arcot vett fel, s tovább vágta a fát, verte a fejébe a leckét. Mert azért jó fiú volt Sanyika, olyan szép, tiszta kisfiúcska. A tornában ugyan feljebb állott, vagy tízzelő nála, de azért nem látszott nagyobbnak, mert olyan szerényen összehúzta magát, hogy senki se vegye észre, hogy a világon van. Ennek köszönhette, hogy átcsúszott az első osztályból a másodikba. Sőt, azt is, hogy nincs minden tárgy borintője. Egyszer, úgy két hét múlva a középső lány minden nap kezdett beülni hozzájuk az órára. A kisnevelő először zavarban volt, nagyon feszélyezte, hogy hallgatják, mert úgy érezte, hogy ellenőrzik, de a lány nem szólt bele egy szóval sem, a beszédjükbe kézi munkázott. Itt világosabban, mint az udvari szobában, mondta egyszer. Így aztán hagyták, de halkabban beszélt Misi is, mint mikor csak ketten voltak. Hanem egyszer, éppen hónap utolsó napján este csak megszólalt a lány. Ennél a Sanyikánál butább gyereket én még nem láttam. Misi rémülten nézett fel erre a szakszerű megjegyzésre. A lány egészen piros volt, előre hajolt a kézimunka felett, s gyönyörű szép lány volt. Fekete bogár szeme volt, s az úgy csillogott, mintha külön világított volna. Az arca piros volt, de azért gyenge fehér a széleken, s amikor szólt, roppant sok porcelánfehér fog volt a szájában. Ez volt rajta a legfeltűnőbb. Sanyika összehúzta a szemét, arcát, s egészen kicsi lett, a száját kicsucsorította. Misi nem tudott szólani, úgy elcsodálkozott a lány szépségén. Egészen megöli magát ezzel a csacsival, kiáltott a lány. No, én nem tanítanám ezt, ha nekem adnák a bécsi Szent István templomot Gombostól, és elkezdett erre nevetni. Ahogy nevetett, a fogai a lámpavilágon szikráztak, és a hangja úgy csilingelt, mint valami kalitkában levő kis madáré. Dehogy volna nekem hozzá türelmem? Aztán újabb nevetéssel azt mondja, még a kétszer-kettőt se tudja. Kisnyilas szokása szerint rettentően elpirult, és jobban zavarba jött, mint Sanyika. Nem lehet hamarabb tudni neki, mert előbb pótolni kell a tavait, mondta mentegetőzve. Pótolni kell neki az elemit, mondta újabb nevetéssel a lány. Nem kérem. A lány mosolyogva nézett rá. Kitől tanult maga tanítani? A kisnevelőt újabb pirulási roham öntötte el, mert csak ugyan neki nagy vakmerőség volt vállalkozni erre a tanításra. Hát, én csak úgy segítek Sanyikának, hogy eszébe jusson, mert tudja az ő is, amit én, csak nem jut eszébe. Én nem tudnék tanítani senkit a világon, mondta a lány, és a hajába nyúlt. Nagy haja volt, sötétbarna, nagy haja, és zilált frizurában volt a fején, nagyon jól állt neki. Pedig az jó, mondta Misi lelkesen. Micsoda, tanítani? A lányon a legnagyobb álmélkodás látszott, amely a kacagással volt határos. Igen, én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemén sem.
Elzavarodott ettől, hogy ilyen nagyot mondott, mert még nem volt hozzászokva, hogy valamiről nyilatkozzék. Talán ez volt az első eset életében, hogy idegen előtt kijelentett valamit, amit igaznak tartott. Én nem tudnék tanítani, mondta a lány, és elbigyeztette a száját, aztán újra felnevetett. De tanulni se senkitől. Mikor a Dóciba jártam, én mindent tudtam, pedig sose néztem bele a könyvbe. Hova járt? Kérdezte figyelmesen a kisfiú, mert nem tudta, mi az gimnázium. A Dóciba. Mi az? A Dóci? A lány csengően felkacagott. Maga még azt se tudja. Kisfiú zavarba jött, és elpirult. Azt hitte, neki mindent tudni kell. No, majd megtudja egy pár esztendő múlva? Mondta a lány hamis mosollyal, s furcsán nézett a kisfiúra. Ez rögtön elszemérmeskedte a dolgot, megérezte, hogy ez a valami olyan fiús dologa, hogy a fiúk maguk közt beszélnek a lányokról, és olyan zavart lett, hogy alig tudott visszatalálni a könyvhöz. Isten ments, hogy a lányra nézett volna még egyszer. Ez csendesen nevetett magában, és felemelte a hímzést. Néhány másodpercig szótlanul ültek, mert Misi nem tudta, mit szóljon, hogy folytassa a leckét, most már estelte magát, és nem mert a lány előtt beszélni. Akkor újra megszólalt a lány. Azért ilyen buta gyereket nem is képzeltem, mint ez a Sanyika. Sanyi felemelte a szemét, Misi észrevette, hogy a szeme éppen, de éppen olyan, mint a lányé. Csillogó és fekete és hosszú szempillája van. Buta, mondta Sanyi nyújtott hangon. Jobb volna, ha nem vennél japán legyezőt. A lány bíborpiros lett, az arca csak nem kicsattant, a kisdiák látta, mert oda lesett rá, s látta, hogy pillanatokig nem tud szóhoz jutni. Akkor higgadtabb hangon így szólt. Erre nem buta, aki szemtelen, hogy pimaszkodjék? A kis nevelő rettentő kínosan érezte magát a testvérek veszekedése közben, megdöbbenve, s rendre utasítólag nézett Sanyikára. 60 krajcár, mondta dünnyögve, de élesen Sanyika. A lány elvesztette a kevés higgadtságát. Na, még csak az van hátra, hogy a kis taknyosok is kritizáljanak. Taknyos vagy te, tudod? Törüld meg az orrod. Majd én megtörülöm a tiéd szemtelen, kiáltott fel a lány, és felpattant. Nézzétek csak, inkább tanulnád meg, hogy mennyi 7x8, te gyalázatos, így kell beszélni velem? Misi egészen elvesztette a fejét. Még ilyen veszekedés testvérek között nem látott. Legfeljebb otthon, ő meg az öccsei, tehát az nem számít, mert az otthon volt, és ők fiúk, és ebben a percben felpattant az ajtó, és belépett rajta a Viola, a tiszta feketébe öltözött legnagyobb lány, mint egy fúria. Úgy jelent meg, szinte öldökölt a szemével, már odakint régen kínosan lesték, hogy mit csinál ez a Bella, megállította a tanulást, és mikor lesz már vége. Sanyika nem várt semmit, a nénye felé kiáltott nyávogva. Nem hagynak tanulni, minek kell nekik idejönni, mikor tanul az ember? A vérlány szigorúan szólt a húgához. Légy szíves, gyere, kikérlek. De a hangja olyan volt, mint a kés. Mindig belebeszél a tanulásba, siránkozott álnok úr Sanyika. Ó, azuk király, kiáltott a lány. Kérem szépen, még sose szólott közbe, mondta Misi. Most is azt mondta, hogy buta vagyok, dünnyögte árulkodva Sanyika. A véllány el akarta simítani a dolgot, édeskésen mondta. Nem kell olyan érzékenynek lenni, Sanyika. Te csak tanulj, fiacskám, hogy jó legyen a bizonyítványka. Ha nem hagynak! Dehogy nem hagynak, dehogy nem hagynak. Szeretném azt látni, hogy téged valaki ne hagyjon tanulni. A másik lány összedobálta a holmiát, szemtelen kölyök, még hogy én nem hagyom. Éppen megesett a szívem, hogy hogy kell, de hogy kell vele kínlódni, még azt se tudja, hogy mennyi 7x8. Azzal nem fogja jobban tudni, ha valaki mérgesíti. Mindig belebeszélnek. No, majd megkérjük Bellát, hogy többet ne jöjjön be a szobába, míg ti tanultok.
Ugye, kedves Nyilas? Nyilas a kedves szerette volna, ha Bella bent lett volna a szobában. Most már sajnálta, hogy nem fogja többé látni, mert igazán olyan gyönyörű, szép lány. Kivált a nénye mellett, aki sovány és a szemöldöke teljesen össze van nőve. Felőlem tanulhat, de éppen, hogy nem akar, mondta Bella. Csak hagyjuk, mondta a vénlány. Ebben neked is van részed. Ha annak idején egy kicsit jobban foglalkoztál volna vele, akkor most másképp néznek ki a gyerek. Inkább felakasztom magam, szólt Bella indulatosan. Lehet ebben foglalkozni? Kell is, szólt kegyetlen hangsúllyal Viola. Szünetet tartott, aztán folytatta. Ennek kell tanulni. Ez fiú. Ennek cél a tanulás. Ennek állása lesz, és kenyeret fog keresni, és jövőt. A kisdiák ilyetten nézett a vénlányra, ő is találva érezte magát, mintha neki is szólott volna a lecke. Mert erre még nem gondolt eddig, hogy ember lesz valaha valakiből, és csibukkal fog sétálni a gangon, hogy azért kell megtanulni az ablativus absolutus, és bejön a cseléd megmondani, hogy tekintetes úr, megellett a koca, vagy a hivatalba sétál fekete ruhában. Az még nem tűnt fel előtte, hogy mindaz a lecke, amit el kell napról napra végezni, csak valami akadálysorozat, amin át kell ugrani, hogy a végén valami jó, békés, uras hivatalba kerüljön az ember. Ha erre gondolt volna, még kiállhatatlanabb lett volna az egész tanulás. Ezért tanulni a tört számokat, és nem azért, mert az érdekes. Ő mindig ezzel érvelt Csonyika előtt, hogy nézze csak, milyen furcsa. Furcsa, hogy ez igaz. A vénlány pláne egyenesen odafordult a kisdiákhoz, mint egy élő bíróhoz, aki most az ő családi pertpatvarukból levonja a maga véleményét, s hevesen, erősen a következőket mondta, hihetetlen erővel, gyorsasággal, s egész szónoki lendülettel. Ne gondolja, kedvesem, hogy mi mindig ilyen koldusok voltunk. Hála Istennek, most sem annyira nem, mint amennyire látszik, ó, de az én nagyatyámnak még óriási uradalma volt. 10-12 000 hold, amit azonban a lófuttatás, a bécsi klubélet meg a kártya elvitt. Többek között, mikor építették a Balaton-Omosi vasutat, akkor ő az első vonatot kibérelte, hogy abban senki más nem ült, csak ő egymaga, éppen úgy, mint a négyes fogatán. Belekerült neki 170 000 forintba, mert a részvények nagy részét megvette hozzá. Most jó volna, ha 170 forint volna belőle. A kisgyák azt gondolta, hogy ez nagyszerű és nagyon csodálatos, és csodálkozva hallott és restelte magát amiatt, hogy a lány erről beszél neki, mert az felesleges, sőt illetlen. De egy kicsit büszke is volt, mint mikor az édesanyja egyszer elküldte otthon a levélhordóasszony lakására, hogy le ne maradjon a levél, és az a postásné akkor este úgy beszélt vele, mint egy felnőttel, és mindent elmondott, még azt is, hogy az urának kilóg a hurkája, úgy kell minden este bepakolni, és nem tud miatta dolgozni, de ő akkor azt igen komolyan hallgatta, mert akkor először érezte, hogy komoly felnőtt ember számba veszi őt, a majdnem úri gyereket, a szegény, nyomorult postásné. De a vénlány nagy hévvel folytatta. Ez azonban mind nem baj. Ez a gyerek még mind elérheti. Én már leszámoltam az élettel. Én már csak cseléd maradok, a testvéreim szolgálója. Meg lehet nézni a kezemet, véres. Kifújta a szél, fel van cserepesedve. És a ruhám és a cipőm, ez nekem mind nem fáj. Mert tudom, hogy kicsi gyerekkoromtól én vagyok ennek az életnek itt az áldozatja. A drága mamám beteges, kedves atyám boldogtalan, nekem kellett cselédnek lenni a háznál, mert mégis vannak dolgok, amiket csak el kell végezni, ugyebár. Igen, egy igavonóra szükség van, aki hajnalba kél, és éjfélben fekszik,
S én vagyok, a mi házunk, az kórház és nevelde, az egyik ágyban fekszik a másik kisasszony, csak én vagyok a ló, mintha bírnám, de ha még bírnám, ezek a parasztok, akik arra születtek, ezek nem értik persze, azt hiszik, mindenki olyan, mint ők, de az én lábaim már oda vannak. A piacról hazahozok 10 kilót, akkor már csak esem ágyba, de ez mind semmi. Nagy lélegzetet vett szegény lány, és rámutatott Sanyikára, mint egy győzelemre. A fő, hogy ezt idáig neveltem, ez mindent rendbe hozhat, csak neki legyen jó bizonyítványa. Keserűen bólintott. Én hiába tanultam volna. Az én eszem olyan volt, mint a tűz, és bennem volt akarat. Aki most lát, az nem tudja, hogy ki voltam én, de mit érek vele, ha kitanulok is, lehet belőlem postás kisasszony. Annyi ma is vagyok, vagy mint ezek a kisasszonykák. Őket kitanítattam, de ez is kár volt. Mire mennek vele? Szegény lánynak minél többet végez, annál rosszabb, mert csak az igénye nő meg, de nem tehet semmit. Ez a gyerek, ez szegényke, akármilyen keservesen is, csak végezze el az érettségit, akkor már mehet Pestre. Akkor már kész abban a pillanatban, ahogy a maturája megvan. Ő éppen ott van, ahol elhagyta a család ezelőtt 40 évvel. Ő újra Nagytárkányi és Bertóti Dorogi lesz. Nyitva lesz az összes rokonnak a palotája, a kaszinó, a klubok. Már az egyetemen gyerekség lesz átmenni, akkor már annyi pénze lesz az onkliktól, meg a tantiktól, hogy lumpolhat, és amit akar. De most, csak most ebbe a 7 esztendőbe kell összeszednie magát, neki is, nekünk is, mint a hamupipőkéknek. Szegénységen azon bizony a maga erejéből kell mindenkinek átvergődni. Kihez menjen ez a szegény lányka? Van Debrecenben még egy ilyen gyönyörű gyermek? Bertóti és Mieszkiewicz vér. Itt kell neki elhervadni. A paraszt Rikilóban. Mit csináljak vele? Hová tegyem? Ruha nélkül, cipő nélkül? Egy bálba el nem vihetem. Hát én voltam bálba valaha? Férhez adni. Kihez adjam? Lesz belőle polgárasszony, ténysasszony. És majd ő is fog járni a piacra. Igen. Hiába neved szegényként, fogsz te még kosarat cipelni a piacról. Kisdiák úgy nézett rájuk, és a szép lányra, mint valami rettenetes sors, valami iszonyú jövő reménytelen áldozatára. Ez a gyerek odesálki lányt vehet feleségül, Eszterházi lányt, Károlyi lányt, akit akar. Ki tetszik neki? Nagyot sóhajtott, s a homlokát megsimította vörös tenyerével. Azért kell neki jó bizonyítványt szerezni. Azért nem sajnálok én semmi fáradtságot, áldozatot érte. Rátette a kezét a kisanyi fejére, és gyengéden megsimogatta. Tanulj, fiacskám, tanulj, tanulj, kedves kis angyalom, kisbabám, tanulj, édes kis gyémántom, tanulj, te ne törődj semmivel neked, mindig lesz mindened, csak tanulj, lesz ruhád, cipőd, füzeted, rajzpapírod, írhatsz, rajzolhatsz, amennyit akarsz, tanulj franciát, majd zongorát, sportot, mindent, aztán majd meglátod, milyen hálával gondolsz vissza a te vén zsémbes nénédre valaha, csak te tanulj. De hogy fogunk mi téged zavarni, Isten ment, sem én, se Bella, se senki, érted? És gyöngéden, kimondhatatlan szeretettel ölelte át a fiúcska szép kis fejét. A másik szobába jött valaki, és odafigyeltek mindnyájan, férfian hallatszott, a kisdiák mindjárt gondolta, hogy az apa lehet, mert mindenki zavarba jött. A vélány kinyitotta az ajtócsaban, a percben megjelent ott egy óriási, gyönyörű szakállas, nagy prémbundás férfi. Egész rémülettel nézett rá a kisdiák, mert még sose látta, olyan volt ez a férfi, mint egy hős a történelmi arcképcsarnokból. Petneházi, a budavári ostrom, vagy Bercsényi Miklós, a Rákóczi vezére. Kivált itt Debrecenben a kis köpcös emberek jókedvű, mosolygó, pedret bajszú országában. Tisztelettel felállott előtte, Sanyika felugrott, furcsa, bizalmas bátorsággal hozzászaladt, és megcsókolta a kezét, azután a száját.
A lányok kezicsókolommal köszöntek. A mi kis barátunk, mondta a vénlány, a kis Nyilas Mihályka. Tudja, apa, aki együtt készül a leckére Sanyikával. Az apa csendesen, derűs mosolyjal bólintotta egy gyerekre, aztán leült, úgy leeresztette magát az asztal mellett egy székre, és szó nélkül valami kellemes, mosolygó nézéssel bámult maga elé. Megfázott, apa? Kérdezte a vénlány. Nem szólt, nem is intett, csak az ajka mozdult meg a nagy bajusz alatt. Ott nálatok annyira fűtenek, hogy az embert megütheti a guta, mondta, és az asztalra könyökölve a homlokát megsimította. Tessék, izadni a kabátot, szólt Bella, és lehúzta apjáról a nagy bundát. A bunda kopott volt, de belülről is szörmével volt bélelve. A kisfiú az ölébe telepedett. Mit tanulsz? A fiú vállat vont. A nagy ember most misire nézett, és ez szolgálatkészen mondta. Most a számtan tanultuk, közönséges törtekkel a négy alapműveletet. Az apának megmozdult a szemöldöke, és jobban ránézett misire. Ezt? Szólt. Igen. Az apa szórakozottan forgatta egy ujjával a vékony könyvet. Ez az egész? Hát olyan szamár vagy, hogy még ezt se bírod megtanulni, mondta. És az a szó, hogy szamár vagy, olyan kedves volt. Pedig látszott, hogy bántani akarta a fiacskáját, de az csodálatosan egy cseppet sem félt tőle, belebújt a szakállába, és ujjaival simogatta. Bizony csak pirongassa meg, apa, szólt Bella élesen. Még a szorzótáblát sem tudja, olyan buta. Az apa hallgatott. Misi félt, hogyha ez a nagy ember megmozdul, valami összetörik. Buta. Nem buta talán, csak szamár. És megint azzal a furcsa mosolygással ejtette előre a fejét. Apa, Bella, japán legyezőt vett, 60 krajcárért, mondta árulkodva Sanyika. Mi? Mordult fel az apa. Azért mond engem butának, mert megmondtam. Majd ki is hajítom a legyezővel együtt, morgott az apa. Csak ne szájaskodj, mert egyszer pofon ütlek, tudod, nyelvet Bella mérgesen. Nagyon félek tőled, megkaphatod nagyon hamar. Majd megkapod te is apától, biztosítalak. Misi egészen oda volt, még ezt hallgatta. És a legcsodálatosabb az volt, hogy az apa nem szólt semmit, sem nem haragudott, sem fel nem háborodott, sem nem nevetett. Csak folyton azzal a kissé merev, egyforma mosolygással nézett maga elé. Ők próbáltak volna az édesapjuk előtt ilyen hangon veszekedni. Már réges-régen kirepültek volna a szobából. Szivakodnak ők eleget, mert a kisebbek nagyon rosszak, nem akarnak szót fogadni, és még csúnyábban is lármáztak, mikor jól összekaptak, de idegenek előtt nem. És a szüleik előtt, meg pláne, soha egy rossz szót sem mertek volna. Meg fog bukni? Kérdezte egyszer az apa, s rámerett Misire. Ez megrémült ettől, és elkezdett treszkedni minden pillanatban, azt várta, hogy átnyúl az asztalon, s felkapja, és ketté töri, mint egy mézes kalácsot. Remélem, hogy nem, Isten ments, mondta aztán. Majd jó lesz Schusterinasnak, szólt az apa csendesen. Apa nagyon könnyen veszi, mondta a nagy lány, ahelyett, hogy megfogná, s megrázná egyszer. Hogy tudná, hogy komoly dologról van szó. Akit gyerekkorában nem vernek meg, abból nagykorában sem lesz jó ember. Hozd be a vacsorát, mondta az apa. Erre elhallgattak. Most besonfordált egy sápadt asszony, a mama, meg a legkisebb lány. Az most is nevetgélt, az anyját a hón alatt fogva támogatta,
s a fejét lesütötte, úgy nevetett. Mama félt, hogy valami baj lesz, azért vánszorgott be. Leült az asztal mellett egy székre, olyan sápat volt, mint a vászon, és iszonyúan sovány. A kislány hamar elszaladt az ajtóhoz, az ajtófélfához oda támaszkodott, és csak a halk kuncogása hallatszott. Akárki akármit mondott, ő csak nevetett. Egy ideig csönd volt a mama miatt, akkor a vénlány így szólt. Nekem tanul? Nekem nem tanul. Kislány erre felnevetett, a kezével betakarta a száját. Apának tanul? Mamának tanul? Bellának? Vagy Ilikének? Erre a kislány görcsösen felhautázott, és kiszaladt a másik szobába. Saját magának tanul? Amit tanul, az az övé! Újra csönd volt, aztán a kis Ilike, aki olyan 13 éves, hirtelen piros arcú kis fekete lány volt, lassan újra befsonfordált az ajtóig, mert nagyon kíváncsi volt, és egy szót se akart elveszíteni, akkor a mama megszólalt halkan. Bizony magának. A vélány kapott rajta. Ha én tanulhattam volna, én bizony tanultam volna. Ilike kacagása a hátulról úgy rezgett, mint egy gerlice turbékolása. Ja, Istenem, éppen most végeztem volna el az egyetemet. Ilikéből erre kirüffent a haota most már teljes tüdőből. Na, ez mit nevet? Te rossz élek, mit vihogsz? Ilike sikkantva kacagott, és a két öklével tömte a száját. Te tanulhatsz, igen. Éppen mondom, hogy milyen igazságtalanság. Egy leány az eszével a csillagokat éri is, akkor is csak egy rossz szolgáló marad. Ebből, ha csak fel tudom vakarni az egyetemig, mindjárt Nagytárkányi és Bertóti dorogi lesz. Ilike újra kitört, és sikoltó kacagását most már futva vitte ki, még a másik szobából is ki az udvarra. Az apa hátradőlve ült a széken, és dúdolni kezdett egy nótát. A kis kutya, nagy kutya, nem ugat hiába. Ahogy a dalt dúdolta, a lehelete átcsapott az asztalon, és Misi rémülten és iszonyodva érezte meg a bor szagát. Iszonyodva és rémülten nézett rá a gyönyörű férfira, mintha kígyót vagy sárkányt látna. Az ő apja is ivott, mikor szerződést kötött a parasztokkal, de olyankor ők az édesanyjával 77-szeres kínt állottak ki. Eszébe jutott, hogy már 5-re jár az idő, felállott, köszönt, és gyorsan elment. Kint nagy szél volt, majd elvitte. Az öreg úrnál fáradt volt és szórakozott az olvasás, egy kicsit döcögött, ez a mai délután nagyon a szívére ment. Nem volt tisztában ezekkel az emberekkel. Mindeniket szerette, és valamennyire haragudott. S annyira persze legjobban, amiért nem tanul, nincs semmi más dolga. És neki érdemes. A nagylány tisztelte, hogy olyan vörösek a kezei, és feláldozza magát, de azért mégis nagyon goromba. Bella, Istenem, milyen gyönyörű lány, mint egy király kisasszony. Csak azt a kis röhincset csodálta, hogy senki sem pofozta fel. Még akkor is, mikor ő kijött, ott kuporgott a folyosón, és nevetett. De min is? Igen. Hogy a vén lány most végezte volna az egyetemet. Hogy erre gondolt egyszerre, ő is elkezdett nevetni. És olvasás közben, hogy eszébe jutott, nevetni kellett, alig tudta lenyelni a nevetést. Milyen buta az a kislány. Az a legbutább az összes buták közt. És ezen ismét nevetni tudott volna. Este éppen november 30-a estéje volt, és az öreg úr kikészítve tartotta neki a 3 ezüst forintost. Köszönöm szépen, mondta, és betette a kis tárcájába, amelyben nem volt csak egy 4 krajcár, ebben a hónapban 12 krajcárból élt meg, szerencséjére nem kellett venni semmit, de most 3 forintja van.
Ott van jó helyen a reskontó mellett. Táncolva és boldogan ugrált hazafelé, nem bánta ő most sem a dorogi égpajait, sem a szelet, sem a jövőt. Három pengő volt a zsebében. Csak azt sajnálta, hogy nem mutogathatja meg mindenkinek, de nem merte a cirkuszban megmutatni, mert félt, hogy el kell akkor fizetni. Most már szívesen várta holnap Csigainét, már ki tudja fizetni neki a forint 20 krajcárt, mert a múlt hónapban adós maradt 60-nal, most már jöhet. Forint 80-a marad a jövő hónapra, venni fog 4 festéket, egy aranyat, egy ezüstöt, az arany 15 krajcár, az ezüst festék 10, venni fog ceruzát is, meg színházjegyet. Másnap vasárnap volt, és december elseje. December. Ez a név valami ünnepélyes és titokzatos hatással volt rá, mint a valami nagy dolog jelentése volna az, hogy december lett. Karácsony is lesz ebben a hónapban, meg szilveszter. December, karácsony, szilveszter, csupa olyan nagyszerű szavak. Mégis valahogy meg kellene ünnepelni, valahol meg kell jelennie. Eszébe jutottak törökék. Régen nem volt náluk. Mióta munkával van elfoglalva, azóta egyszer sem pedig. Hát ha az, amelyet karácsonyra, és akkor meg kell mondani, hogy mit üzennek. Hogy az ebédről kijött, rögtön elment a Nagymester utcába. Mikor meglátta a nagy sarokházat, amely fehér volt, de urasabb, régiesebb, mint a többi civis ház, megdobbant a szíve. Az volt a boldog idő, mikor még itt lakott, és ártatlan gyermekségben élt tavaly. A kapu még mindig olyan rozoga volt, mint a múlt évben, a kilincsét még most se csinálták meg, nem lehetett bezárni, csak úgy behajlott. A lépcső most is fehérre volt meszelve, és a folyosó boltíves volt, és olyan, mint egy régi vár. A fák kopaszok voltak, fekete ujjaikat meresztették, mintha az égre emelnék, de nem volt olyan szép lomb, mint a nyáron, mikor a kis első elemista lányok nyüzsögtek alatta. Ott volt hátul a disznó, ahol török bácsi télen-nyáron mangalicáit etette kukoricával, a fején a tarka hálósipkával, szájában a hosszú szárú csibukkal. Tavasszal kismalacok is lettek, gyönyörű kis fehérségek, a bőrükön átvilágított a piros vér. Tejet ittak, és néha némelyik bement az anyjával a vájúba, és abból is evett. Úgy jutott fel a 4 lépcsőfokon, mint a kergette volna valami, hazajött ide, és a szíve erősen dobogott. Milyen régen nem volt itt, miért is? Persze, mennyi dolga van neki, nem úgy, mint tavaly. A konyhában ültek szokás szerint a néni meg Ilonka kisasszony, és beszélgettek, nekik mindig volt elég beszélni valójuk. Nagy és tágas konyha volt ez, és nem csak konyha volt, hanem társalgó is volt benne, ebédlőszekrény, ebédlőasztal is. Itt laktak nappal, itt is ebédeltek. Néni, a kisdiák, kiáltott a török néni, és kitárta 2 nagy karját, mert hatalmas erős asszony volt, egész óriás, de jósága és a szívessége még óriásibb volt. És az arca úgy ragyogott, mint a hold. Jó Isten, ki jön itt? Sikította Ilonka kisasszony is, aki az anyjával ellentétben csinos kicsi nő volt. Majd megették, ölelgették, simogatták, méregették, mennyit nőtt, hízott-e, vagy fogyott. A néni azt mondta, csont és bőr, az a szerencsétlen konviktusi koszt. Ilonka kisasszony azt mondta, egész jól néz ki, szívós, erős gyerek ez.
No, mi volt az ebéd? Kérdezték egyszerre mind a ketten rendkívüli kíváncsisággal, és sose mulasztották el, ezt mindig meg kellett kérdezni. Ő pedig törte a fejét, törte, hogy erre sose gondol, már legközelebb leírja, mi volt az ebéd, hogy meg tudja mondani, mit törődött ő azzal. Beszaladtak, mint a malackák, s ham, bekapták, amit adtak, aztán tovább futottak a vájúról. De nem hagyták annyiba, ki kellett sütni. Húsleves volt, meg valami dereje. No nézd csak, hát a főt húst hova tették? Azok jól csinálják, csak a levét adják oda. Nem, nem, volt főt hús is mártással, mert azért az milyen mártás? Milyen paradicsom mártás? Persze, hogy az anyám, azt hiszi, van ott más mártás is, hagyma mártás, meg paradicsom mártás. És jó volt? Igen. No, arra sokat adok, amit te mondasz, hiszen te megennéd a fűrészport, és tudod is te, mi a jó? Hát a derejében mi volt? Mi a derejében? Hát lekvár. Persze, hogy lekvár. Húsleves, paradicsommártásos, tején hús, meg lekváros dereje. Majd azok kitalálnak valami mást. Jó, penészes szilva lekvárt bele. Jó, az a diákoknak. Ne, nem volt penészes ilonga kisasszony. Tudod is, te, mi volt? Te azt hiszed, a penész az valami cukor. Nem, ilonga kisasszony. A brúgó az igen, az dohos, nem is dohos, penészes. Nem is penészes, hanem dohos. Teremtő Isten, milyen dolgosnak kell annak lenni, ha még ez is észreveszi. De azért török néni, kérem, nagyon jól főznek. Ugyan mit főznek jól? No, mit szeretünk legjobban? Kérdezte Ilonka kisasszony, és megcsípte az állát. Legjobban szeretem a köleskását sok cukorral. Na, erre aztán mind a ketten összecsapták a kezüket, és lemondtak a kisdiákról, látták, hogy ebből nem lesz semmi. Neki az a legjobb, nálunk meg a malac se enné meg, mondta Ilonka kisasszony. Jó, most az is jó, de a török néni főztje nem ízlett, mondta a néni. Erre a kisdiák elhallgatott, gondolta, hogy most valami ügyeset és szépet kellene mondani, de semmi se jutott az eszébe. Ne hozza már zavarba, anyám. Nem a gusztus bizonyít, hanem a pofa, a pofácska. Milyen volt tavaly, és milyen most? És most ő sajnálgatta el, hogy milyen sovány, és most a néni kelt pártjára, de bizony, nincs is olyan rossz bőrben. Sovány volt ez tavaly is, ha mindjárt mazsolával etettem is. Ilonka kisasszony nagyon kedvesen nevetett. A hangja most is olyan cérnaszál vékony volt, mint tavaly. A kisdiáknak eszébe jutott, hogy azért néhányszor rossz napja volt, amikor az édesapja nem tudta elsőjére pontosan megküldeni a 10 forintot néha. Talán egyszer sem. De ment az úgy odahaza, mint a hivatalnokoknál, akiknek elsőjén megfizetnek, ha esik, ha fúj is. Az ő édesapjának először munka után kellett járni, aztán vállalni, azután dolgozni, azután fizetnek, és a végén nem maradt semmi, mert közben kiszedte az élelemre, ami kellett. De hát az iskola hogy megy? Ilonka kisasszony felelt meg helyette. Néhogy vonogatja a vállát, látom én az orráról ennek a misinek, hogy van ott csikó bőven. Misi mosolygott a bajusz alatt. De fog is örülni Géza bácsi neki? Jaj, de fog. Mikor írt Géza bátyád? Már régen nem írt. Mikor írt Géza bátyád? Már régen nem írt. Itt a Géza bátya körül forgott mindig a szó, mert valaha itt lakott török néninél. A fiúk mellett volt instruktor, mert egy osztályba jártak, és Ilonka kisasszony nagyon-nagyon sokat tudott kérdezősködni róla. Bizony, neki is csak a Géza bácsi kedvéért adtak tavaly 10 forintért teljes ellátást, és a Géza bácsi iránt való szeretet fénylik egy picit őreá is.
Ez a konyhabeli délután oly kedves volt, olyan megható volt. A néni a szalmából font karosszékben ült. Ezt a debreceni pásztorok csinálják, és minden házban van belőle egy-két darab. Az ő alacsony székén, úgy mint régen, és hűségesen felelgetett mindenre, és nevetgélt olyan jó ízűen tiszta szívvel, mint sehol másutt. Milyen rideg volt ehhez képest a cőtusbeli élet, és még a pósalaki úrnál is ez a nehéz, sebes hadarás, meg a dorogéknál az a csúnya tegnapi délután. Itt nem volt semmi baj, itt szerették, itt minden úgy volt, mint azelőtt. Egy bútor sem változott. Ezek boldog és jó emberek voltak. Így kellene élni mindenkinek örökké, de miért is nem él így? De van egy tanítványom, mondta egyszer csak egészen váratlanul. Már rég szerette volna kimondani, de szégyelte, hogy még dicsekedni gondolják. A két nő egyszerre fordult felé. Micsoda? Kiáltották, s összecsapták a kezüket. Tanítványa van, mondta a néni. Az Izsá Géza öccse, mondta Ilonka kisasszony, összekulcsolta finom, vékony kis madárujjait. Édes Istenkém, micsoda fajta ez, micsoda fejük van ezeknek, 12 éves és tanítványa van. No, aztán mit fizetnek? Kérdezte a néni. 2 forintot. Ejha, mondta Ilonka kisasszony, és látszott rajta, hogy meg van nyugodva, hogy mégis nem olyan nagy dolog az egész, nagyon jó az, nagyon derék, nagy segítség a mai világban. 2 forint is szép pénz. Öröm az az édesapának, akinek ilyen gyereke van. Ó, ez a kis béka, hogy ennek tanítványa van. Ó, te zöld szilva! Már nem is merem tegezni, nevelő úr, na nézd csak! Misi hallgatott, és boldogan mosolygott, sőt nevetett, de aztán eszébe jutott hányszor, mondta tavaly neki a néni, hogy 20 bőrt a fogadra, és erőszakosan becsukta az ajkait. Akkor bejött a bácsi. Török bácsi az udvar felől jött, örökös tarka bosnyák házi sapkájában, melyről bojt lógott. Még szürkébb volt, mint tavaly, és még hallgatagabb, most is csibukozott, és most se égett a dohánya. Nézze csak, apa, ki van itt? Hó, no, mondta az öreg úr. És a csibukot kivette a szájából, és magasra emelte, aztán visszadugta, és ugyanezzel a kézzel megsimította a kisfiú fejét. Derék! Ők nagyon szerették egymást, mert tavaly egész télen együtt bújták a könyveket abban a belső szobában. A bácsi regényt olvasott, ő meg a régi országvilágot meg tanult is vele, meg Jókait is olvasott, a kétszarvú embert meg az ős magyar meséket, és sakkoztak is sokat. Olyan jó senkivel se lehetett meglenni, mint a bácsival. És a bácsi is egészen másképp bánt vele, mint mással. Tudja Isten, a családjával soha se beszélt, jóformán szót se váltott. Ha meg beszélt, akkor mindjárt ideges pörölés lett belőle. Haj, apa, mondta Ilonka kisasszony, aki az apjával nem is szokott beszélni másképp, csak ha valami idegenről van szó így közvetve, itt egy kis nevelő, s a diák elpirult, hogy ilyen rögtön ezzel árulják el. Nevelő, tanítványa van? Derék, mondta a bácsi, s bólogatott egy nagyot, aztán komolyan szólt. Egy osztályba jár veled? Igen, zavarodott meg Misi, mert leleplezve érezte magát, most egyszerre úgy gondolta, hogy nem is illik, hogy nevelőnek adja ki magát a osztálytársa. Nagyon helyes. Könnyebben készülsz te is, és jobban megmarad a fejedben a tananyag. Olyan jó akarat és meggondolás volt ebben a megjegyzésben, hogy Misi egyszerre úgy érezte, hogy ő tartozik hálával Doroginak azért, mert taníthatja, mert tényleg most átismétli az egész latint, és az egész számtant, pedig ő is ebben a kettőben a leghibásabb. El is határozta, hogy soha többet nem mondja ki azt a szót, hogy tanítványom, csak úgy mondja, hogy együtt tanul.
2 forintot fizetnek neki, mondta Ilonka kisasszony. Másnak ilyen gyereke van? A mieink pedig még 2 forintot egész életükben nem hoztak haza? Misi egyszerre csak megérzett valamit. Ez itt a baj. Antal úr, nagy szamár, Imre úr, meg egy nagy lump, János, meg még nagyobb, arról másképp nem is beszélnek soha, tavaly egész évben csak 2-szer volt odahaza, és miatta szoktak pörölni szegény bácsi, meg szegény néni. Felnézett a falra, s nagy meglepetéssel látta, hogy nem volt ott a falon a János szénnel nagyobbított tarcképe, amit egy kollégája csinált, s tavaly a bácsi a szobából kidobta a konyhába. Azt mondta, tegyék a tűzre. Vajon hova lett? Ettől a János tőlő mindig félt, mert olyan heccelődő volt. Nagy legény volt a kollégiumban, és iszonyatosan tudott lumpolni. Tavaly oda is volt valahol, s nem is volt Debrecenben, de mintha azt hallotta volna, hogy évek óta nem volt neki szabad otthon lakni, mert az apja nem tűrte, az édesanyja egyszer kifizette az adósságát titokban, akkor török bácsira nem lehetett ráismerni. Persze neki nem mondták meg, de ő kispekulálta a sok pörölést. Nem sokat törődött ugyan vele, mi volt ő még tavaly. Egy valóságos kis csacsi. És most kínos csönd volt a konyhában, a bácsi parazsot keresett ki a hamuból, s a megtömött pipájába tette, s uram fia, akkor csak belép János, csak úgy háziasan, a vállára vetett téli kabáttal. Misi elijedt a róla most elgondolt rossz gondolatai miatt, s tisztelettel állott fel előtte. Gyere csak, gyere! Mondta Ilonka kisasszony, s mindjárt jelentette Misire mutatva. Nevelő! És nagyszerűen tette hozzá, rámutatva az ujjával, az Izsák Géza unoka öccse 12 éves és nevelő. János ránézett a gyerekre, és egy kemény barackot nyomott a fejére. Nagyra nőjöcskös, hallod-e? Nagyra nőjön a füled! Misinek könnyes lett a szeme, pályt a feje, ahogy megnyomta a nagy legény, de a megszégyenítés miatt még jobban fájt. Tudta, hogy most csúnyán kikapott. Igyekezett eltakarni, hogy észre ne vegyék. Szeretett volna már elszökni innen, már nem érezte jól magát. Minek is jött ide, persze, ha tudta volna, hogy János úr itthon lesz, akkor várhatták volna. Nézd ezt a gorombát, mondta Ilonka kisasszony. Erej te pokróc, és megsimogatta a kisfiú fejét. Ez nem tűrte a simogatás se. Egyáltalán ne nyúljanak hozzá. Hirtelen lenyelte a könnyeit. Várjatok csak, gondolta magában. Meg felolvasó vagyok egy öreg vakúrnál, minden délután egy óráig olvasok neki, és kapok érte egy hónapban 3 forintot. Mit nem hallok? Sikoltott Ilonka kisasszony. Elájulok. 5 forint egy hónapra. 2 darab elválasztott malacot lehet rajta venni, felébe akárki felhízlalja, s küldhet apádnak karácsonyra olyan debreceni sonkákat, hogy az egész család elrágódik rajta egész télen. Ezt Misi megalázásnak érezte. Nincs az ő apja arra rászorulva, hogy malacot vegyen neki. Ő is hízlalja, és azon rágódjanak. Majd nyerek a lutrin, mondta a hegykén, de mindjárt röstelkedve tette hozzá. Az öreg pósalaki úr álmodott egyet, s megtétette velem a lutrin, ha nyerünk, akkor fele az enyém. Ilonka kisasszony nem értette meg, de borzasztó nagyot nézett. Lutri, no, csak avan hátra. Még ez is lutri. Szégyeld magad, már te se vagy tisztességes ember, kiáltotta. De János nagyot kacagott. Inkább ez az okos beszéd. Megvan a reskontó, mutasd! Hiszen
Csak őtőle két tanácsot, akkor aztán majd nézhet apád a fia keresete után. Misi zavarba jött, és homályosan most már emlékezett, hogy tavaly hallott valami sírást, hogy Lutri, biztosan János is lutriz, és most már szégyelte magát a lutri miatt, sokért nem adta volna, ha nem volna reskontó a zsebében. Előkereste a kis bugyellárisból a cédulát, odaadta János úrnak, ezt szakértő szemmel megnézte, és felkiáltott. 1 forint! Nem is bolondság! Azt hittem, 10 krajcárt tettél rá! Nem, kérem, János úr, nem én tettem rá, állította el most már a kisfiú, és szerette volna, ha soha nem keveredett volna bele. Nagyon bántotta, hogy belekerült ebbe a dologba. Ami Jánosnak tetszik, az szégyen. Púzsalaki úr tette meg, csak én velem küldte el, hogy legyen nálam, mert ő nem lát, aztán amit nyer, annak ige ígérte a felét. De ezt már úgy mondta, hogy már is el van határozva félig meddig, hogy ő azt a szennyes pénzt nem is fogadja el, undorodott tőle, szerencsére úgyse nyer semmit, és ez a legjobb. Még az a pósalaki, aki a városnál volt tanácsnok? Igen, most vak. Alessa! Csend volt. Az asszonyok szomorúan hallgattak, valami folytott és nehéz érzés telepegett mindegyikre. Hát, aztán miféle gyereket tanítsz? Mondta János, aki most érthetetlen és szokatlan módon érdeklődött a kisdiák iránt. Dorogis annyit. Dorogit? És János nagyot nézett. Dorogi? Igen. Van annak lány testvére? Van 3. 3. Nincs köztük egy olyan magas, nagyon szép lány? De igen, kiáltott élénken Misi. Ilonka felfigyelt a merengésből. Na hát, ha lány van, akkor ő ismeri? Még nem ismerem, vágott vissza nevetve János. De meg fogom ismerni. Na, azt elhiszem. Akkor meg lehetsz nyugodva, mert kívánságod beteljesül. Bárcsak más kívánságom teljesülne már. Az angyaloknak minden kívánsága teljesül. Misi kuksolt és szepegett. Nagyon különös volt neki, hogy a néni egyetlen szót se szólott a fiához, pedig tavaly a bácsi volt így vele. János halkan fütyörészni kezdett. Odakin mozgás, zsinyegés, Misi megörült, most az egyszer nem rettent meg az idegentől. Irtóztató volt neki a testvérharc. Szikszajék jöttek meg. Ezek a szikszajék a török bácsiék legjobb barátai voltak. Ritka vasárnap volt, hogy együtt ne lettek volna. Most jött az egész család elől a bácsi, egy hatalmas piros dúdolgató ember, aki az utcán egész hangosan szokott dalolgatni magában, és csak úgy ragyogott róla a jó kedv és a megelégedés, utána a néni, aki olyan sovány volt, mint a kóró, és a karján egy pici gyereket hozott, akit ő még nem látott, mellette pedig 2 sovány és rossz fiú jött, akik mindig pajkoskodtak, és a nagyobbik csak csokoládét akar tenni, semmi más, rossz is volt a foga, ritka, és 2 oldalról romlott mindenik. Pérehúzódott, hogy róla ne essék szó, és 2 csók után mindjárt beszökött a bácsi után a szobába olvasni. Még volt vagy 1,5 órája, meg akarta nézni, mi van a könyvszekrényben, amit ő még nem ismer. Róla aztán el is feledkeztek, mikor el akart menni, János úr odajött hozzá, és titokban ezt mondta. Mihályka! Tessék, mondta csodálkozva, spirulva, mert őt még sose szólította senki ezen a néven becézve, pláne János úr. Kisöcsém, itt van egy levél. Vidd el ezt a dorogi lánynak, de annak a szépnek, ő paffá lett és hallgatott. Te fel ne bonst, kutyaházi, mert Isten Jézus úgyse megírom Géza bátyádnak.
Erre ő kétségbe esve elvette a levelet, ettől kitelik, hogy bevádolja őt Géza bátyjánál. Egész boldogtalan lett, hogy ilyen megbizatása van, de nem mert ellene szólni. 6. fejezet, amelyben legnevezetesebb, hogy a kisdiák fölfedezi Debrecen egyetlen évszázados történelmi emlékét, amely nem várom, nem palota, nem márvány és nem érc, hanem egy 300 éves gizgazbokor egy házablak alatt. Álmosan fáradtan megy az ember iskolába hétfőn reggel, első óra latin, s gyéres tanár úr persze csengetés után nem jön. Őrszemet, őrszemet! Kiabáltak a fiúk. Orci, menjen lesni! Orci nevetett és felpattant, jól esett neki a nagy bizalom. Szép szőke haja simára volt keférve és csillogott, mint az arany. Olyan egészséges, bátor, derült volt, hogy Misi fölébredt tőle, és elmúlt a reggeli kábultsága. Ha a gyéres tanár úr hétfőn reggel nem jön, őrszemet szoktak kiküldeni, hogy felhúzta-e már a függönyt, mert itt lakik a kollégium mellett az egyházi épületben. Mióta ilyen hidegek vannak, nem igen akar senki, mert téli kabátot kell venni, de ma Orci olyan vidám és kedves, nevetve vállalkozik, hogy elmegy lesni. Gyere te is, Milas! Milas nagyon megszeppent. Én? No, hát ne gyáváskodj! S Orci hangosan nevet, és már veszi is a kabátját. Nyilas ilyetten habozva mozdul, és nem is. No, ne legyél olyan alamuszi, egyszeri Orci, erő vörösen, és kapkodva kiugrik a padból, és felrángatja a kis téli kabátját. Ő nem alamuszi, ő nem gyáva, de hát az nem szabad, és ő nem tehet olyat, ami nem szabad. Titokba igen, például olvas, ahelyett, hogy tanulna, de kimenni az osztályból lesni. A szíve hangosan dobog. Az osztály nyűszögve, sziszegve nézi őket, mind nevet, mindenki tudja, hova mennek, s helyeslik, és ő erre egy kicsit hősnek érzi magát, mint Zrínyi Miklós Szigetvárában a kirohanáskor. A folyosó üres. A folyosó óriási, hosszú és kongó. Középen el kell menni a Petőfi szobor előtt, a díszlépcsőnél egy pillantást fölvett az óriási, gyönyörű szoborra, amely magasra tartja a bronzkarját, és benne egy tekercs papír. Akkor el kell menni az igazgatói iroda előtt. Itt igen fél, mert ha kilép véletlenül egy tanár, vagy a vén baka és ráordít, elájulna menten. Sikerült elsiklani. Átfutottak a sarokig, ahol az egyá volt, ahogy kiértek a négyszögletű épület derékszögben tovább nyúló folyosójára, megrettentek, mert az egyá előtt is leskelődött egy gyerek. Egyformán megijedtek egymástól, mint két kisbárány, ha a bokrok közt találkoznak. De Orci nagyon bátor volt, és tovább futott. Nyilas erre rémült ebben utána. Az 1B és az 1A után volt egy kapu a mézes kalácsos felé, ott kifutottak, akkor Nyilas visszanézett, és látta, hogy egy kövér, szúrós bajszú tanár komolyan megy az udvaron végig, ez a tanár az 5. osztály főnöke volt, ettől igen félt, mert görcsös bottal járt, szerencsére nem nézett ide. Az utcán kicsit megnyugodott, a nagy templom felé fordultak, s a téglajárdán gyorsan mentek. Ő már olyan fejvesztett volt, hogy semmire se gondolt, ha gyéres tanárról szembe jött volna, egyszerűen beleszalad, fővel, úgy, hogy felökleli. De Orci nagyszerű volt, vidám és tréfás, nevetett és körülnézett. Olyan volt, mintha nem is tilos úton járnának, hanem éppen gyéres tanárról által kiküldve. Az emlékkert vaspálcás kerítése mellett megállottak. Látod? Nem. Nem látod? Mit? Le van ereszve. Mi? A függöny. Hiába erőltette a szemét, nem látta.
A túlsó oldalon volt az emeletes ház, annak valamelyik ablakát kellett volna látni, de ő nem tudta, hol lakik Gyéres tanár úr. Ő eddig nem törődött azzal, ő nem is gondolta, hogy lakik. Gyerünk be a kertbe! Mindjárt előre szaladt, persze a kollégium felől mentek be a kertbe, és a bokrok mögül lestek a tanár ablakára. Most már jól látta Misi a leeresztett függönyt, mert csak azon az egy ablakon volt lehúzva a feszes vászonfüggöny a bejárattól jobbra, első ablak a földszinten. Megvárjuk! Meg! Míg felhúzza, akkor kezd mosdani, akkor kölni vízzel, akkor a bajuszát kiköti, akkor felöltözik, akkor siet az iskolába. És így lizeregve a gyönyörűségtől egyik lábáról a másikra billegett, sose képzelt volna el ilyen rendkívüli kalandot, folyton nevetett, és a kezét kikapta, meg visszadugta a zsebébe. Ekkora messze eljönni az osztályból, még elképzelni is ilyen óriási dolgot. Te Nyilas, tudod, mi a híres Debrecenbe? Kérdezte Orci. Nem. Az a bokorni. Mi? Az a bokor-e ott? Ha? Nem látod? Ott vannak a kisháznak az ablakában. Azt még Rákóczi ültette. Itt volt a múltkor nálunk Lőrinc bácsi. Ő mondta, hogy Jókai azt kérdezte tőle, megvan-e még a lícium, hogy Debrecen ki ne pusztítsa azt a líciumot, amit a Simonyi gáta, tudod. De ő nem tudott erről semmit. Mi az a Simonyi gát? Át a nagy erdő felé a Péterfi a végén a villasor, még Simonyi óbester ültetett oda egy gyönyörű fasort, óriási fákat, valami 300 fát, tudod, és tavaly mind kivágták. Mikor Jókai bácsinak mondták, sírt, azt mondta, nem jön többet Debrecenbe, mert itt több szép nincs, csak a Simonyi gát volt, még 48-ba is. Meg ez a lícium, mert ez még régibb, ez már 200, sőt 300 esztendős, még az első Rákóczi, a legis legelső ültette, tudod, aztán belenőtt az ablakba. No, gyere, nézzük meg, még nem húzta fel a függönyt. Kiszaladt az utcára, és Misi utána ámuldozó, csodálkozó szívvel. Egészen átmentek a túlsoldalra, egy alacsony, zöldes ház volt ott. Az ablaka egész a földbe volt süppedve, minden ablakon nagy, vastag vasrács, kívülről rátéve, és az egyik ablak rácsába belenőtt egy gyerekderék vastag, gicsers, görcsös fa. De nem faforma, csak mint egy iszonyú vastag kötél össze-vissza benőtte a vasrácsot, és azon kidugta a fejét, hosszú, vékony szálak lógtak le, mint egy sűrű, lombos csóva, és az ága, az csak ugyanolyan hitvány lícium volt, mint otthon, a garádján, a kert alatt, milyen sok volt. Ez az mi? Ez. Csodálkozva nézte meg, ezt sose gondolta volna, hogy olyan nevezetes, mert ő ezt sokszor látta, és csodálkozott, hogy itt hagyták a város közepén, és az ablakon ki se lehet nézni tőle, de most már félt tőle, és féltette, ha a legelső Rákóczi ültette, és a Simonyi gátat már is megsiratta, arra emlékszik, hogy törökék tavaly mindig szítták a polgármestert, hogy kivágatta a fasort, a nagyerdei fasort. Jókai. Igen. Jókai Mór. Igen. Az nagyon sokat írt, a legnagyobb regényíró. Én olvastam már tőle. Én is. Te mit? Én, mondta Orci, nekem van két könyvem is. Törökvilág Magyarországon, meg a Kis Dekameron. Én azt olvastam, hogy a Bolondo grófja, meg tavaly, hogy egy hősnek megnyúzták a fejét, és egy kecskebak fejebőrét ráhúzták, és az ránőtt, és kétszarvú ember lett belőle. Orci csodálkozva nézett rá, igazán, és nevetett. De a Bolondo grófja még sokkal gyönyörűbb volt, meg a debreceni lunátikus.
A legis legszebb. Akkor hirtelen rájuk kiáltott egy férfiank. Hop-hol! No, te iskola kerülő! Hogy ityeg a fityeg? Nyilas rémülten nézett fel. János úr volt, aki most ment a hivatalba. Erről is hallott tegnap beszélni, hogy mindig elkésik, 8 helyett 9 órára megy. Vérvörösen nézett rá, hogy a vállára tette a kezét. Mit csinálunk itt? Gyéres tanár úr küldött. Nem merte tovább mondani, mert szégyelte, hogy Orci előtt hazudjon. Ő elküldött, ti meg itt bitangoltok, mi? Gyere csak, abba félre húzta. Már odaadtad? Misi csak nézett, nem tudtam, miről volt. A levelet, no! A levelet? Hát csak szerdán megyek oda. Én gyalázom az életed. Csak szerdán? Igen. János úr gondolkozni látszott. No jó, hát ha szerdán, szerdán. De azt megmondom neked, hogy ő neki, mondd meg ezt. Nagyon kéretem a kisasszonyt, hogy írással ne fáradjon, hanem izenje meg veled, hogy vagy azt a szót, hogy szívesen, vagy azt a szót, hogy sehogy se. Érted? Igen. Vagy szívesen, vagy sehogy se. El ne felejtsd. Igen. Te az Isten teremtsen belőled gőgő cigánt. Ha valamit elronsz, olyan levelet írok Géza bátyádnak, hogy inkább rúgnál csillagot, érted-e? Misi nem szólt, leúszta a szemöldökét, és hallgatott. No, nesze, kapsz egy 6-ost, és a bugyellárisát kereste. Nem kell, köszönöm szépen, nem kérek. Tette hozzá Misi, és elhúzódott. János úr ránézett, és fölnevetett. Né. De nagy úr az úr, ugyan fel tudna váltani egy grajcárt, aztán legyinted. No, ne beszéljünk sokat, ha öregapánk meg nem halt volna, most is élne át, csak végezz szépen, nem bánod meg. Azzal eltette a tárcáját, kezét nyújtotta a kisfiúnak, és egy szekére mutatott. Kapsálnak! Avval szokott helyes lépéseivel tovább ment. Szekér jött az út közepén, a kollégium felől és a járdán 2 magas, fekete ruhás teológus. A nap most már szépen kisütött és szélsem volt. Orci kíváncsian várta. Kápsárnak, súgta neki Misi. Mi? Kérdezte csodálkozó Orci. Mit? Misi már tudta, mi az, mert napok óta beszéltek róla a folyosón a cőtus előtt, hogy az idén milyen későn kápsárnak. Kápsárnak. Gyűjtenek. Mit? Hát, a konviktusra. A civisektől. Mit gyűjtenek? Hát ki mit ad? Kukoricát, búzát, lisztet, szalonnát? Orci a száját is kinyitotta, úgy bámult. Diákok. Koldulnak. És elvörösödött. Az nem szégyen, az kápsálás. Orci nevetett. Te. Én szeretnék felkérezni a szekére, hogy lássam. Tök Marci volt. Még az? Az A-ban. Tajti, a bentlakó, csak Tök Marcinak csúfolják. Ebben a pillanatban elment mellettük a 2 teológus. Füleltek, hogy mit beszélnek. Disznóság, ezek a parasztok 2 csű kukoricával szúrják ki az ember szemét, meg 1 6-os legfeljebb. Nem tudom miért, nem szüntetik már meg. Abba tovább mentek. Misi elvörösödött, most egyszerre nem kápsálásnak látta, csak koldulásnak a dolgot, s röstelkedve nézett utánuk. Orci meglökte. Gyere már! Hirtelen átszaladtak a túlsó oldalra, hát az ablakon nem volt már függöny, sőt, ki volt nyitva, és teljesen felöltözve állt a gyéres tanár úr, aki nagy szemet meresztette, hogy meglátta őket. Ti mit csináltok ott? Kiáltott ki. Ti haszontalanok! Jöttetek megnézni az ablakot, lestek! Ahelyett, hogy tanulnátok! A 2 gyerek leforrázva állott. Takarodjatok be rögtön az osztályba! No, majd én megleckésztetlek, máma! Erők elkezdtek futni, és most már nem kerülgettek a folyosókon, hanem átvágtak az udvaron, és lélekszakadva értek be az osztályba. Csit-csit-csit! Mondta Orci, és mindenkire átragadt az ijegysége, és némán ültek. Pár percig halotti némaság volt, de aztán, hogy csak nem jött még a tanár, megint neki bátorodtak, és kis idő múlva újra zsibongás lett, csönde és zúgás,
mint a dolgozó mékasban. Csak Misi ült némán, s rettegve, mélyen le volt hangolódva, s meg volt illetődve, a könyveit pontosan kirakta maga előtt, s el volt rá készülve, hogy a tanár bejön, s legelőször is őtet fogja leckésztetni, mindent kikérdez, amit nem tud, s már előre látta, hogy belesül a feleletbe, és akkor hogy fogja többet Dorogit tanítani. Dorogiról hirtelen eszébe jutott a levél, amit át kell adni a nénjének, a hideglelten már megint milyen iszonyú és ellenszenves dolgot kell csinálnia. Lesütötte a fejét, s a latin exercitumba merült. Végigolvasta az egészet, s kereste, hogy vajon mit fog kérdezni a tanár úr, amit nem fog tudni, de minden szót tudott, és minden szót értett. Arra neszelt fel, hogy az osztály felállott körülötte az ajtónyílásra, nem is hallotta a tanár úr, már a katedrán volt, úgy nézett rá, mint egy kísértetre, oly hirtelen jelent meg. Többet ilyet ne tapasztaljak, mondta erősen a fiatal tanár, és egészen kopaszra nyírt fejét, két lobogó pofaszakállával, amely az álláig ért, mint egy harapós kutya emelte fel a fiúk feje fölött. Többet ilyet ne tapasztaljak, hogy előrsöket küldjetek ki a tanárok érkezését lesni, mert ha még egyszer ilyet tapasztalok, kicsapás lesz a vége. Üljetek le, Orci! Előbb mindenki leült, akkor Orci felpattant. Oszd ki a dolgozatokat! Nyilas megkönnyebbült, azt hitte, jön a külön lecke. Orci frissen, könnyű és elegáns mozdulatával kipattant, s fogta a dolgozatok csomóját, hón alá vette, ölébe szedte, és sorra kiosztotta. A dolgozatok abban a sorrendben voltak, ahogy ültek, úgyhogy sorra letette mindenki elé a magáét. Nyilas! Misi felugrott, és halálsápat lett. Fordítsd le latinra ezt a mondatot. Az is, tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja. Na, hogy fordított? Hamar-hamar! Ceruzájával a taktust ütötte. Hogy van az, hogy tolvaj? Furfuris. Igen. Hány mondat ez? Ismételd el! Misi elismételte. Az is tolvaj. Egyik mondat. Aki az emberek bizalmát meglopja. Másik mondat. Melyik a fő mondat? Főmondat, az is tolvaj. Na, tovább. Ne kelljen minden szót. Mi a másik? A másik az emberek bizalmát meglopja. Ez milyen mondat? Ez mellékmondat. Milyen mellékmondat? Alanyi mellékmondat. Na, fordítsuk. Etiam, ille est fur. Tovább. Qui? Melyik szót nem ismered? Ember? Homo hominis. Ember. Bizalom, Misi hallgatott. No, bizalom az fidúcia. Most fordítsd le az egészet. Etiam ille est fur, cui fiduciam. Hominum furat. Furat? Ne beszélj olyan furat. Egyelőre még ne alkoss új szavakat, pláne latinul. Rapid. Etiam ille est fur, qui fiduciam hominum rapit. Hát ezt a mondatot írd fel a jegyzőkönyvedbe, és ahhoz tartsd magad. Misi lángvörös lett, egyszerre megértette a tanár finom célzását, és halálosan elijedt. A szeme kimerett, az arca elnyúlt, a tanár többet nem figyelt rá. Orci után ment és segített neki kiosztani a dolgozatokat. Ő csak nézett a fekete fali táblára, amely rosszul volt letörölve, és nagy krétafoltok voltak rajta. A pellengéren volt, úgy érezte, mindenki folyton őt nézi, ahogy itt áll, és hogy viassárga az arca, hol vörös, a vér szögdösött a fejébe, és szédült, ahogy ott állott két gyenge lábán. Hogy ő meglopta a tanár úr bizalmát, mert ezt
Nem tette fel róla a tanár úr, hogy ő még ilyenekre vetemedjen, mikor tanítványt is adott neki. Most el fogja venni a tanítványt, és akkor az lesz a legnagyobb szégyen, akkor ő többet nem is mehet haza a szüleihez. Mit szól Géza bátyja, ha megtudja? Homályosan tűnt fel, és egyre homályosabban egy gondolat a fejében, és már éppen elszédült volna, mint ott a répaföldön, mikor kapált, ugyanazt a szédülgetést érezte, amikor mellette Gimesi megrántotta a kabátját. Ülj le már! Akkor leült. De ettől újra megijedt, mert a tanár úr nem mondta, hogy üljön le, de most még ismét felállni nem mert. Most nem tudta, mit csináljon, csak ült, összeroskadva, és kimondhatatlanul rosszul érezte magát. Mutja a füzetedet, mondta Gimesi, aki nagyon mérges volt, mert a dolgozatára 2/3 kapott. Ő nem bírta a kis ujját sem mozdítani, csak nézett fáradtan, és gőzben kavargott előtte az egész világ, szivárvány színűek voltak a betűk. 1-es, mondta Gímesi, és a füzetet kiterítve hagyta, azzal az orciét is elvette és felnyitotta. 2/3, mondta, hogy megnézte. Aztán neked 1-es? Mindjárt nyakon váglak. Misi ezen egy kicsit elmosolyodott. Szerette volna megölelni Gímesit, hozzásimulni. Szeretett volna lefeküdni mellette, és a fejét letenni az ölébe, úgy el tudott volna aludni, és elfelejteni mindent, aludni. És jó volna nem ébredni fel többet. Csengetésig dolgozat magyarázattal telt el. Ő nem hallott semmiből semmit, azt hallotta, amikor mondta a tanár úr, hogy azt elismerem, hogy nehéz dolgozat volt, nem is tudta jelesre megfejteni senki, csak Nyilas Mihály. De hogy ennyi csacsiságot össze-vissza firkáljatok, azt igazán nem hittem volna. Vízbizonyítványt állított ki magáról az osztály már megint. 14 elégtelen dolgozat, abszurdum! Misi ahelyett, hogy örült volna, vagy büszke lett volna, lesütötte a fejét, és szégyelte magát. Érezte, hogy ez a kiemelés egyáltalán nem válik dicséretére. Mindenki irigykedve néz rá, jobban szerette volna, ha neki is 2/3 lett volna, hogy hasonlított volna a többihez, és nem mondták volna ki a nevét. Külön összeborzongott. Csak ne néznének rá, külön soha. Csak maradna olyan láthatatlan, hogy senki se venné észre, hogy elbújhatna magának, és pipiskedhetne, és motyoghatna, és írhatna, és rajzolhatna, és játszhatna, csak ne volna rá szükségük másoknak. Ő soha senkitől semmit sem kér, semmit sem kíván, és sose hagyják békében. Most azt hiszik, azért csinálta jelesre a dolgozatot, hogy megcsúfolja a többit, pedig ő nem vette észre. Ő nem tudta, hogy az nem 2/3 lesz. Csengetéskor még nem végzett a tanár a dolgozatokkal, de abba hagyta, és kimenés előtt még felszólította Orcit. Orci, fordítsd le a jövő órára azt, amit most lediktálok. Írd le! Orci ceruzát vett elő, s lehajolva állásban írta, figyelmesen nézett, olyan bátor, őszinte, olyan ragyogó, szőke, vidám fiú volt, ahogy így a füzetről felpillantott a tanárra. A törvény határait áthágni senkinek sem szabad. Ezt le fogod fordítani a jövő órára kifogástalanul. Ez nem elég. Dolgozatot fogsz ebből csinálni. Ezzel a tanár felvette a fogasról szép puha kalapját, és illatosan és vidáman elment. Az osztály nagy zsibongással tárgyalta a latin dolgozat sorsát, és óriási vitákat rendeztek, mindenki odajött, hogy megnézze a Nyilas dolgozatát, és csodálták, hogy egyetlen egy hiba sem volt benne, csak egy elválasztó veszőt nem tett fel, és 1-est kapott. A legjobb dolgozat 2/3 volt a jeleseknek is.
Még Kásántának is kétharmada volt. De Misi egész nap kábult volt és szomorú. Legjobban szerette volna széttépni és eldobni azt a levelet, amely a belső zsebében volt, és égette a testét. De akkor visszaélne mások bizalmával. Bízott benne a János úr. Ő érezte, hogy itt nincs valami rendben. Úgy érezte, mintha az volna helyes, ha eldobná, megsemmisítené, vagy visszaadná a levelet, de nem merte. Meg volt lódítva egy úton, mint a golyó, és ő tudta, hogy neki gurulni kell, amíg csak végig nem halad az úton. Szerdán délután tanulás közben egyszerre csak felállott, azt mondta Doroginak, hogy számítsa ki ezt a példát így, ahogy elkezdtük, és kiment. A másik szobában a beteg mama volt, nem szólott előtte semmit, keresztül ment a szobában, és ki a konyha előszobába, ott nem volt senki, hanem abból hátul jobbra nyílt egy kamra, és abban hallotta, hogy Bella dudol, akkor hamar odament, és belépett a kamrába. Bella meglepetve nézett rá, és nevetett, gyönyörű volt, és karján fel volt gyúrva, a ruha egészen magasra, úgyhogy a vakító fehér karja világított a félhomályban. Hosszú fehér kötény volt előtte, és lisztet szedett ki egy igen nagy plétálba. Fején is kendő volt hátra kötve, és egy-két barna hajfüttye kikandikált, úgy előrehajolt, és csillogó sok fehér fogával ránevetett Misire, nem is szólt, csak kérdően nézett rá. Misi zavartan, hadarva és hebegve azt mondta, kérem szépen, Bella kisasszony, Török János úr, ezt a levelet küldi Bella kisasszonynak. Bella felhúzta a szemöldökét, és nevetve és csodálkozva nézett. Török János, ki az? Habozva elvette a levelet. Az a tavalyi házigazdámék fia, mondta borzasztó zavarban Misi. Már a szép lány fel is bontotta a levelet, és csak akkor állott meghabozva, hogy mégis elolvassa. De belenézett, és ahogy az első sort olvasta, hangosan, kuncogva kacagni kezdett. Aztán nem tudott a sötét kamrában olvasni, hát az ajtóhoz állott, ahol valamivel világosabb volt, csak akkor a kis Misi beszorult a kamrába. Ő látta, hogy ez a levél csak valami 5-6 sor, és mégis olyan soká olvasta a lány, mintha egy egész árkus lett volna teleírva, és minél tovább olvasta, annál jobban nevetett, de aztán elkezdte folytogatni a kacagását, és harabdálta az ajkait, és olyan gyönyörű volt, a nyaka olyan volt, mint az elefántcsont szobrok a múzeumban, gömbölyű és fehér, és az álla és a szája, és nagyon szép volt neki ez a bekötött fej, és a fekete szemei úgy csillogtak, szinte szikrát szórtak, és a fehér nagy karja, ilyen nagy fehér mesztelen női kart a kisfiú soha nem látott, és nem is tudta, hogy ilyen a köténye, a hosszú, durva vászonkötény, amint hajlott, előre hult, és látni lehetett, hogy a derek a karcsú, és hogy domborodik a ruhája. Szóval olyan furcsa volt, hogy a kisfiú nem értette, hogy lehet egy ilyen lény a világon, hogy miért is ilyen a lány, mikor a fiúk nem ilyenek, és be volt szorítva a sötét kamrába, a szuszék mellett egyedül, és elkezdett ő is nevetni, és benne is sistergett valami melegség, és mintha mesébe lett volna, olyan furcsán érezte magát, és elfelejtett most mindent, latinleckét, fiúkat, és tanulást, és vízhordást, és hideget, és mindent, mintha minden csak azért lett volna, hogy ő most itt a hideg kamrába álljon, és nézze, nézhesse, hogy silabizálja újra meg újra a levelet a szépséges, szép, elátkozott, mesebeli tündérlány. Miféle ez a Török János? Kérdezte, s ránézett csillogó, folytott nevetéssel a leány. Ez egy nagy lump, mondta Misi hirtelen meggondolás nélkül régi haragjával. A lánynak az arca elszélesült, és az ajka nyitva maradt, és
aztán meglepetten nagyot-nagyot kacagott. Neki dült az ajtónak, úgy kacagott, de a kacagása egészen furcsa volt. Nem volt az olyan hangos és kitörő kacagás, furcsa, befelé rezgő, behuny szemű, fura kacagás volt. No, ezt megadtad neki, mondta, s nagy-nagy gyöngétséggel és szeretettel nézett a sovány kis egérforma fiúra. Ez a lény itt, Török János, mondta aztán gúnyosan a levélbe nézve. Jó pipa lehet, azt mondta, tessék neki megizenni, hogy szívesen, vagy sehogy se, mondta a kisfiú. A leány összehúzta a szemét, és csodálkozva és vizsgálva nézett a gyerekre. Ez megérezte, hogy mit jelent ez a nézés, hogy olvasta-e tudnillik a levelet, és sietve és kapkodva mondta. Hétfőn reggel, kérem, a János úr véletlenül meglátott az utcán, és egyszerre az eszébe jutott, hogy Gyéres tanár úr ablaka alatt, és hogy emiatt mi minden történt, és nagyot nyelt. És akkor azt mondta, mondja meg Bella kisasszonynak, hogy csak egy szót tessék üzenni neki, csak azt, hogy szívesen, vagy pedig azt, hogy sehogy se. Jaj, de nagy selma lehet ez az edelényi Török János úr. És a leány hátravetette a fejét, és újra nevetni kezdett az előbbi hangtalan, és rengő kacagással a fehér nyaka csak úgy villózott a homályban. Hát, mondja meg neki, mondta aztán, és komikusan gesztált az ujjával, mintha az ének taktust ütné, mondja meg neki, de el ne felejtse, Misi, ugye, Misi? Vagy Misuka? Mondja meg neki, hogy csak ennyit mondjon. Szívesen sehogy se, érti? Vagy így? Sehogy se szívesen, ahogy tetszik. Sehogy se szívesen, vagy szívesen sehogy se, érti? És az olyan komikus volt, hogy a kisfiú boldogan, tiszta szív, tiszta boldogságával megértette, és elkezdett ő is úgy hangtalanul magában nevetni. És oly boldog volt, hogy úgy kifogják most figurázni János urat, hogy még, no hát, kellett neki ezt a levelet megírni. És úgy összenéztek ott a sötét kamrába, mint egy csínyes gyerek, aki valami nagy titokban, nagy cselvetésben töri a fejét, úgy egy húron pendül, egy huncutságot csinál, ilyen boldog, büszke és nagyszerű, még sose volt ez a kisfiú. Ebben a pillanatban azonban a leány hirtelen a keblébe dugta a levelet, és intett neki, hogy maradjon csendben, és kilépett a konyhába, ahova bejött valaki. Már egy pillanat múlva rémülten tudta a kisfiú, hogy a legidősebb leány a minnyájuk réme. De a szép Bellán olyan félelem és zavar volt, hogy ő nem mert kimenni. Ő maga sem tudta miért, de nem merte elárulni, hogy ott van a kamrában. Még most is itt az az edény, kiáltotta a vénlány. Na, ez mégis abszurdum. Miért abszurdum, mondta élesen Bella. Azért abszurdum, mert abszurdum, mondta a vénlány egyre élesebben. Mert abszurdum, hogy semmit csak azt csinálni. Lisztet szedtem a kamrában. Persze, az az első, lisztet kiszedni. Este fogsz dagasztani, és most kell kiszedni a lisztet. Micsoda logika az? Az edény itt áll mosatlanul egész nap, és a víz kiül, aztán nem lehet használni, és te a kamrába játszol azzal, hogy lisztet szedegetsz ki a zsákból. Könnyű kiszedni, mikor van. Hát azt is meg kell csinálni. De nem most, hanem amikor ideje lesz. Egy perc már felcsattant megint. Én nem tudom, itt mindenki csak játszik, bolondozik, a maga feje után, a maga bolond feje után megy. De komoly munka, az senkinek se kell. Én nem tudom, mi lesz itt, ha én kiveszem azt a földet. Hát az én érdekem? Hát itt nem akar senki dolgozni? Én nem fogom a kezem, mondta Bella ellentmondva, idegesen. A kezed? Szörnyettel, Viola. Hát mire való a te kezed? Nem fogod, még hogy nem fogod tönkretenni. Mi? De még hogy fogod? Ha én tönkretettem, majd te is fogod. Sajnálja a kisasszony a fehér ujját beledugni a mosogató lébe.
majd nem fogod sajnálni, a fekete lesz, és retkes, és gyógyíthatatlanul tönkre megy, mint az enyém. Ezennel kijelentem neked, hogy én többet koplalni és éhezni nem fogok senki fiának, és többet nem hagyom magam télire malacnékül senki kedvéért. Én kiveszem bérbe azt a földet, és punktum. Azt én elhatároztam, és én arra elszántam magam. És ha én valamit a fejembe veszek, akkor az meg is lesz. Nem fogjuk a 10 forintokat japán legyezőkre szétherdálni, kisasszony. 80 krajcát kidobni szemétre. 2 hetet késett miatta a földbérlet. Már akkor letehettem volna érte a 10 forintot, ha magácska hozzá nem nyúl. Persze, ha fel van váltva a 10-es, akkor aztán elcsúszik, mászik. De hát én nem engedem tovább. Most megint van végre egy 10 pengős a markomba, ezt most azonnal viszem a parasznak. Lefizetem a földbére, és tavasszal megyek ásni, és aztán veteményezünk, és kapálunk, és egész nyáron ott fogok dolgozni, és a kisasszony itt fog mosogatni, igen. És főzni, igen, és bevásárolni, igenis, igenis. Fogsz járni a piacra bizony. Ha én járhattam, járhat más is. Az is járhat, aki jobban bírja. Igen. Mert egyszerre még én se szakadhatok 100 felé, mert nem lehet az egyik kézzel odakin ásni, kapálni a földön, a másik kézzel meg kosarat cipelni a piacról, és a harmadik kézzel a rántást kavarni, és a negyedik kézzel megfótozni a kisasszonynak a harisnyáját. De nem ám, hanem mindenki meg fogja csinálni a maga dolgát. Meg bizony, ha a pene fené teszik is, drága kisasszony. Misi a kamrában tükön áldogált, szeretett volna kint lenni innen, és hogy egyre tovább halasztotta, most már aztán igazán kínos volt, hogy mi lesz ennek a vége, még betalál lépni a vénlány, és akkor ő elsüllyed a föld alá, azért végre is elhatározta magát, és kilépett a konyhába. A vénlány szinte sóbálvánnyá lett, és úgy nézett rá. Ellenben Bella nevetve összecsapta a kezét, és azt mondta, Jesszusom, hogy elfeledkeztem magáról, és a nényihez fordult. Éppen kijött kérni, hogy meleg vizet csináljak neki, hogy gumiarabikumot olvaszhassanak. Aztán ott hagytam a kamrába, és hangosan nevetni kezdett, és Misikének a szemébe kacsintott. Ez mindjárt magához tért előbbi zavarából, és egész szívvel állás volt Bellának a hazugságért, és bűntársának és szövetségesének érezte magát életre halára. A vénlány egy kicsit gyanakodva nézett a fiúra, na de miért a kamrába akarta mondani, de aztán inkább ezt mondta. Na hát, ha már hallotta, úgyis akkor legyen ő a bíró. Mondja meg, kedves nyilas, nincs igazam? S nagy bőbeszédűséggel fogott hozzá, hogy elmondja a jövő évi terveit, hogy ő kukoricát akar termelni, és mellette zöldséget, káposztát, karalábét, sárgalépát és mindent, ami a konyhához kell, de akkor a másik 2 lánynak viszont el kell vállalni, hogy vezetni fogják a háztartást. Hát nem teszek én jót? Nem áldozom én fel magamat? Így pénzért kell szaladgálni még egy szál petrezselyemért is a piacra. Akkor pedig lesz sárgarépa, akár zsákszámra, nem igaz? Misi azt mondta. Igaz, de kérem, Viola kisasszony, sárgarépát azt ne tessék egy zsákkal termelni, mert az borzasztó étel. Törököknél mindig vettek ősszel 2-3 zsákkal is, de nekem a hátam is borsozott tőle, mert én azt nem szeretem, még nyersen megeszem, de az a sok sárgarépa főzelék az iszonyú. Bella elkezdett kacagni, kitört belőle valami hallatlan nevetés. Ideges, fuldokló, boldog kacagás úgy kinevette a nénjét, hogy a szegény feje csak nézett, azt se tudta, mi az. No, hiszen magából is elég ez nekem, mondta szokott nyers őszinteségével. Magát is össze lehet kötni ezekkel egy bokorba, csak menjen maga tanulni, menjen gumi arabikumot enni, ne sárgarépát. Bella erre még hangosabban felkacagott, és Misi boldog volt a nevetésétől, de összeszorította a száját, és takarta a mosolygását, lesütötte a fejét, és gyorsan bement a szobába. Az öregasszony, aki egy tolható székben ült, nagy sötét szemével fogadt ettől a nézéstől, elment a nevető kedve, nagyon félt ettől a szótlan halványasszonytól, aki olyan volt néha, mintha nem is élne,
s nem szokott rá sem nézni senkire, csak úgy magában merülve néz a világba. Most érezte, hogy a szeme folyton kíséri, bekíséri a másik szobába, utána néz, s még mikor leült a helyére, akkor is érezte, hogy hátulról szúrja ez a szem, úgyhogy meg kellett fordulnia, hogy nincs itt kint, maradt a falon túl a másik szobában. Ellenben Dorogi nagy meglepetéssel szolgált neki. Nem számította ki a feladatot, ott ült fölötte, s nézett, a tollal babrált. Hát még most sincs kész, kiáltott rá szinte kétségbeesve. Sanyika angyali ártatlansággal mondta, hogy a szorzást a hátulsó számjeggyel kezdjem, vagy az elsővel. Misi a hajába kapott. Jaj, Istenem, hát ez borzasztó! Hányszor magyarázza meg, hogy az mindegy, érti, az mindegy! Csak hogyha hátulról kezdjük a szorzást, akkor az eredményt egy sorral mindig előbbre írjuk. Ha előről kezdi, akkor hátrább. Igen, hát akkor hogy kezdjem, hátulról vagy előről? Az mindegy! Hát ha mindegy, akkor hogy kezdjem? Mondta Sanyika. Kezdje hátulról. Hát ezt akartam kérdezni, már maga is úgy veszekszik, mint Viola. Misi nagy szemet meresztett, és nézte, hogy szoroz csendesen Sanyika. Azt hitte, hogy Bellához fogja hasonlítani, de ez nagyon elszomorította, hogy Violához hasonlította. Már az igaz, hogy ilyenekkel kínlódni. Nagyon zavartnak és bánatosnak érezte magát. Fölöslegesnek és reménytelennek látta a harcot, amelyet itt kell folytatnia. Már előre látta, hogy Sanyika meg fog bukni, akármennyit vesződik is vele, csak szégyen lesz belőle. Mikor a latint tanulták, akkor bejött Bella, aki nem volt bent náluk azóta, hogy az a nagy pörölés volt, de most olyan kedvesen és egyszerűen jött be, mintha az egész természetes volna. Sokáig nem szólt semmit, a szekrényben rendezgetett, és látszólag nem is figyelt oda, egyszer az asztalhoz lépett, és megállott Misi mellett, jobbra, és felvette a füzetet. Sanyika utána kapott. Na! Bella felemelte magasra a füzetet. Nem eszem meg! Add ide! Jaj, de kényes! És itt magasban kinyitotta, és megnézte az utolsó kalkulust. 4-es, mondta bámulva. 4-es. Sanyika kitépte a kezéből a füzetet, amely összegyűrődött egy kicsit. Most hogy adom be? Mondta kényes nyávogással. Összegyűri nekem! Először is te gyűrted össze, és másodszor akármilyen gyűrött volt, csak ne volna 4-es, szégyeld magad. Az nem szégyen, mondta Sanyika. Nagyon nehéz feladat volt. 14-nek volt szekundája belőle, és kétharmadnál jobbja nem is volt senkinek. Nyilasnak se? Csak neki volt 1-ese, igaz? A lány felnevetett. Igaz. Jó, hogy eszedbe jut. Ó, te! És az asztalon Misi előtt áthajolva megbökte az öccsének a fejét tenyérrel, és amint a karját visszahúzta, gyöngéden megsimította a Misi arcát. Misi bíborvörös lett, a fejét lesütötte, és remegni kezdett. Érezte, hogy ez az érintés nem volt véletlen, és hogy az előbbiekért valami finom és titkos hálát, szeretetet, kapcsolatot jelent. Erígy ki a szobából, mondta Sanyika. Ó, te varangyos béka, mondta nevetve Bella. Megmondalak, hogy megint bent voltál. Bella egy pillanatig komolyan nézett rá, aztán felnevetett. Nézd csak, Sanyi, mondok valamit. Kösünk békét. Te nem fogsz rám árulkodni, és én se fogok te rád. Sanyi lappangva, leskelődve nézett a szeme sarkából Bellára. Én is tudok ám egyet mást magácskáról, és ugye nem mondtam meg, hogy ki cigarettázott a gazdáék fiával? Sanyi ellenségesen felduzzasztotta az ajkát, pedig annak már egy hete lett volna idő már mondani, há? Hallgatunk? És még van a rovásodon 3-4 históriácska, a spájz is, meg a gomb is, tudod? Na,
Hát lesz béke? És oda nyújtotta a kezét. Most megint úgy nyújtotta át a jobb karját az asztalon Misi előtt, és letette a kezét a könyveiken és a füzeteiken keresztül. A keze olyan gömbölyű volt, és olyan hófehér, és egy icipici kis vékony aranygyűrű volt az egyik ujján, s abba pici kis kék színű kövek, mint a ne felejts szírma. Misi didergett, hogy megint megtalálja simogatni. Na, mondta nyávogva Sanyika, s rácsapott a kezére. De az nevetett, nem mozdult, s tovább is ott maradt a keze előttük, de most nem volt felgyűrve rajta a kék ruha ujja, egész vállig, mint a kamrában volt, de Misi szinte érezte azt a fehér jó karját, és valósággal félt, hogy megmozdult. Fúj, disznóláb, mondta Bella kacagva, s Viola még malacot akar venni, hát itt van, és belekacsintott a Misi szemébe. Misi hatalmasat felkacagott, ilyen jót régen nem nevetett, annyira váratlan volt és találó, az előbbi dolgokra való hivatkozás annyira csiklandozta. Na jó van, hát akkor csak tanuljatok, mondta Bella, én felőlem, fiam, akár 16 csikót hozhatsz. Azzal megrázta az öcse kezét, de nem férfiasan tenyérbe fogva, hanem úgy kinyújtott kezével, annak csuklójában átfogva a kezét. Misi nem mert ránézni az asztalon fekvő lányra, akinek olyan furcsa idegen volt a teste minden része, és a puha ruhában, ahogy a kemény asztalra hevert, neki izzott, égett a jobb arca, amelyik a lány felől volt, mintha a tűz sütötte volna. Ez a ma délutáni tanulás nem ért egy krajcárt sem. Most először érezte, hogy bizony egészen hiában van itt. És annyira feldúlva, megzavarodva ment el is, hogy csak nem elkésett az öreg úrtól, futnia kellett. Hát amint a sárgaház kapuján be akar szaladni, ott áll János úr. No, épp se, mondta folytottan. Szénely vagy szalma? Először nem is tudta, miről van szó, aztán ilyettében eszébe jutott, és attól mindjárt megjött a bátorsága. Igen, mondta hangosan. Mit igen, hát mit mondott te hátramozdító? Azt mondta, hogy egyáltalán nem szívesen. Mit? Nem is. Úgy mondta, hogy sehogy se szívesen. Ó, te napon sült málé, tudod este, hogy mit mondott? Igen, tudom. Azt mondta, mondja meg neki, hogy sehogy se szívesen, vagy szívesen sehogy se. Úgy mondja neki, hogy tetszik. De ezt mondta. Lehetetlenséggel határos, mondta János úr. Pedig így mondta. Istok báró. Misi már szeretett volna bent lenni, mert ütötte az ötöt. Esküdni mersz el? Igen, de én nem esküszök haszontalanságokra. Ez neked haszontalanság, te, mondta János úr nevetve. Ennyi te, megállj, kenyér, megeszlek. Azzal egy barackot nyomott a fiú kalapjára, de Misi elszaladt be az udvarba, úgyhogy nem sikerült az megyszer. Zaklatott életében már ez volt a legnyugalmasabb óra, a napi felolvasás. Jól esett pontosan megjelenni, jól esett a szalmaszékben ülni, ott találni mindig szép rendben az újságokat, és igen jó volt érezni, hogy becsületesen megdolgozik. Már olyan gyorsan és jól olvasott, hogy sose kérdezett utána az öreg úr, hogy mi a? Kedves hely volt ez a meleg faház, és kedves volt a kedves, piros-fehér öreg, és olyan rendjén való volt, hogy soha egy igét nem szólt volna. Mikor hazaért a Cőtusba, a szobatársak a kája körül üldögéltek, és pirítós szaggal volt tele a szoba. Nagy úr beszélt éppen. És rögtön megértette, hogy a régi diák életről mesél, és azonnal kinyitotta a füleit, hogy egy szót se veszítsen el. Mondom, hogy azért dárdás maga, mert az ilyen kisdiákok két hosszú dárdán hozták a vállukon, hajdanában az üstöt. Azelőtt nem volt ilyen konviktus, hogy csak várjuk a csengetést, és szalad az ember enni, fehér tányér, abrosz, cseréptányér, mondta lisznyai úr, meg fakanál,
Na és mit tettek? Folytatta nagyúr. A felső diákokat a tanítványok etették. Ezeknek a szülei minden héten beküldtek egy fehér kenyeret, ami elég volt kettőjüknek egy hétre, és egy fazék ételt, ami elég volt hét fiúnak. Másik napra a másik fiú kapott egy fazék ételt, így éltek. Ez volt ám az elemózsia. Misi a sötétben elbámulva hallotta. És hol ették? Hát itt, a Tőtusba. Mintha itt vagyunk. Heten minden nap egy másik küldene egy fazék ételt. Babot, vagy káposztát, vagy túrus galuskát, de nem három ételt, mint a konviktusban most, csak egy jó fazékkal, akkor ezt körülülték, mindenki elővette a cseréptányért, fakanalat, budlibicskát, aztán ettek. Este is azt. Ha maradt. Ha nem maradt, nyeltek. Azt kellett Dárdán hozni? Nem, az más. Akinek messze lakik a szüleje, nem küldhettek ételt, hanem főznivalót. Nem volt akkor se posta, se vonat. Hát, mikor egy úr beküdte a fiát Szatmárból, a Kölcseiek, a Kendék, jött az úrfi, egy ökrös szekérrel hozott, vagy 10 mérő búzát, borsót, lencsét, csonkát, akkor fogadtak egy főzőasszonyt, avót a kokva, az főzött, de minden nap egy ételt, s minden hétfőn ugyanazt, és így tovább. Tudja, úgy is hívták az ételt, hogy semper. Jaj, de érdekes, szólt Böszörményi. No, magának nem volna érdekes, mondta nagyúr, mert aki nem volt se gazdag fiú, se jó tanuló, az nem kapott egyebet, csak lakást, és a városi kegyes polgárok hol ez küldött egy fazék kását a szegény diákoknak. Nagy nevetés lett. Úgy lett a kápsálás, hogy novemberben a diákok sorra jártak koldulni az egész városban, és kéregettek ennivalót. Fú, az aztán piszok élet volt. Akkor biztosan szívesebben adtak, mert a cívisek büszkék voltak a diákokra, mert akkor a diákok énekeltek nekik, megtáncoltatták a menyecskéket, meg ha tűz volt, szétpüfölték a házakat. Mit nevetne, gondolja, hogy úgy oltottak, mint az önkéntes tűzoltók? Mentek a gerídűnökkel, a nagybotokkal, most is látni lehet a nagykönyvtárban, és ha egy ház meggyűlt, körös körül a többi háznak a tetejét mind lerombolták, hogy meg ne gyúlasson. Nevetséges. Hát Debrecenbe sose volt víz. Nem tudja, hogy az ártézi kutat hány esztendeje fúrják. Már 870 méternél vannak, és még nincs víz. Hanem kő van. Minden fúró beletörik. Azért mondják, hogy Debrecennek is vannak hegyei, csak a föld alatt tartják. Misi nevetett, ezt ő is hallotta már tavaly törökéknél, de akkor csak viccnek vette. Azelőtt a főzéshez messziről kellett hozni nagy hordókban a vizet, a kokvának, meg a piszrixnek, e volt a sütőasszony, úgy is hívták, sütögetőné. Abban az időben ezeknek kellett a kedvébe járni, nem a professzoroknak. Minden évben ódát kapott a kokva. Örök emlékül felírták egy sonkára. Ahogy ott ültek a jó meleg nyugodt szobában, aminek még a fűtésével se volt bajuk, olyan csuda volt ez az ősvilág hallgatása, hogy nem bírták elképzelni. És hogy tanultak? A diákok csinálták a tanszert. A nagy diákok a kicsiknek a rézmetszők. Igen, azok voltak, az tény. Én is olvastam a rézmetsző diákokról, szép tudomány volt, szólt Lisznyai úr. Akkor elég volt tudománynak, ma bizony, megbukna az akkori professzor is. Ekkor felhallatszott a csengő, amitől már régen félt Misi, s abba hagyták a beszédet, mentek vacsorázni.
Misinek nagyon fájt, hogy csak ezt a néhány mondatot hallotta. Olyan szomorú volt. Ő úgy ki van szakítva ebből az életből. Most egyszerre szeretett volna mindig a fiúk közt lenni. Szeretett volna olyan igazi diák lenni, mint a többi. Igen, jó vacsora volt, Jutúros Galuska jól laktak, mikor vége volt. Sándor Mihály oda tett egy cédulát elébe. Nyilas, nézd csak te, kiúszták a számodat? Misi nagy szemmel bámult a kis firkás cédulára, amire rá volt írva az 5 szám. Kővé meredve nézte, és gépésen nyúlt a zsebébe, kivette a tárcácskáját, kinyitotta, hogy a rekeszéből kivegye a reskontót, és halálos ijegységgel a szíve is megállt. Nem volt benne. Nézte a pénz közt, nem volt meg a cédula. Keze kapkodott, kotort, zsebébe nyúlt, sehol se volt. És a szeme közben folyton a kis firkán volt, nincs a reskontó, és olvasta az 5 számot. 17, 85, 39, 73, 45. Az egész konviktus megmozdult, mindenki felállt, ő is a bugyellárisát a zsebébe tette. No, ki jött valamelyik? Sürgette Sándor Mihály. Nem tudott felelni, néma volt. Szerencsére oszlás volt, és elváltak, és ő futott, ellopózott a többi közt Sándor Mihály szeme elől. De a többiek közt nem bírt maradni. Azt hitte, megfúl a vidám, nevetős, majszoló diákok közt. Befutott az első udvarba, arra nem ment senki sem. Később felment a második emeletre, de nem mert bemenni a szobába. Elbújt a folyosón, és halálos reszketés rázta a testét. Még azt sem bírta az emlékezetébe idézni, hogy az ő számai voltak-e, vagy nem, de végig-végig iszonyodott, mikor a számok ismerős érzése belesajgott. 7. fejezet, amelyben csodálatos, hogy a szenvedő ember körül is milyen természetes és vidám, szinte nem érdemes élni, ha az élet ilyen kevéssé vesz részt a szív fájdalmában. A földrajzórát nem az osztályban tartották, hanem fent a 2. emeleten a természetrajzi teremben. Reggel hát nem kellett lemenni az osztályba, s így csengetés után még késhetett néhány percet, úgyis olyan kétségbe esetten törődött és szerencsétlen volt. Egész éjszaka álmatlanul fetrengett, ha elszunnyadt, újra felébredt, a lelkiismeret nem hagyta aludni, és nem bírta elképzelni, mi történt a reskontóval. Iszonyú volt ez a reggelre kábultan és kimerülten virrat, és csak a friss jéghideg víz ébresztette fel egy kicsit. Már az osztály bent zsinyegett, hamar beült az első padba helyére, hangot se adott, csak úgy bújt és sunyított, hogy senki észre ne vegye, az éjszakai reszketéstől lesoványodott, és fakó volt, mint a penész, de hogy tudott ő most tanulásra gondolni, vagy leckére. Félig meghalt. Azt se tudta jóformán, milyen könyvet hozott magával. Porci az asztal tetején ült, háttal a tanári szobának, szemben az osztálynak. Színészesen mesélt, a fiúk szájtáltva hallgatták, s hangosan kacagtak minden szavára, de úgy, hogy ne legyen nagy hangja. Emberséges ember vagy, mondta Orci, és utánozta az öreg professzort, a földrajztanárt, aki szokás volt folyton csúfolni, kimókázni, úgyhogy mindenki tudta egy kicsit a hangját csúfolni, de olyan jól senki, mint Orci, aki a fejét legörbítette, s furcsa torokhangon mondta, és olyan öreges pislogással, hogy emberséges ember vagy, édes fiam. Kórusban nevettek rá, a másik oldalról is sokan ide néztek, bár az általános zajban nem hallották az Orci hangját, de látták, hogy az öreget utánozza, és ez igen mulatságos volt, és bátor dolog, mert az öreg minden pillanatban beléphet. Akkor hozzáfogott Orci mesélni az ismert mondókák egyikét. Az öreg
mint gróf úrfiak nevelője járt Egyiptomban, s minden órán szóba hozta Egyiptus országát. Mikor én Egyiptus országában jártam, mondta az öreg dünnyögő hangján, hát láttuk ott két nagy, fertelmes, krokodilos madarat. Kibudjanva kezdett havotázni az osztály. Hát kitátja a száját a krokodilos madár, én pedig fogom a szimpla puskám, aztán jól ráedupláztam. Sikongó, visongó, halk kacagásba törtek ki a fiúk, s a legközelebbi padban lévők is mind előre hajoltak, a hátrább lévők pedig ráfeküdtek a padjaikra, hogy szinte belebújtak Orciba, aki erre még halkabban kezdett mesélni, de még elevenebb gesztusokkal. Hát az én flintám golyóbissa puff! Belevágott az egyik krokodilos madár jobb szemébe, onnan meg átugrott a másik krokodilos madár bal szemébe, onnan újra ki, és belecsapott az egyik krokodilos bal szemébe, azt abból es még újra visszapattant, és belecsapott a másik krokodilos jobb szemébe. Egy szóval, édes fiam, mind a két krokodilos madárnak mind a négy szeme püff oda lett. A fiúk röhögtek, majd kihasadtak, a másik oldalról lassan megmozdult az egész osztály, s mind Orci szájába torlódott, de ez hirtelen megállt a mesébe, s más hangon, de újra az öreg professzort utánozva azt mondta, ennyi, édes fiam, te szemtelen emberek vagytok, hogy ide szemtelenkedtetek. Ennek még nagyobb hatása volt, mert nem volt óra, hogy ezt egy néhányszor ne hallották volna, hogy szemtelen ember. Tanár úr, ezt álmodni tetszett? Szólt hátrábról egy fiú, Orci rácsapott. Te szemtelen ember, nem való vagy becsületes emberek közé, állj ide mellém! Ezen még Misinek is nevetni kellett. Hátradült a padban, s kinyitotta a száját, lehúnyta a szemét, hátravetette a fejét, és soká nevetett, mintha aludnék. Közben bejött a kisöreg tanár, feldöcögött a pódiumra, a fiúk egy pillanat alatt mind helyre rebbentek. Ő még mindig úgy ült ott, nevetve, nyitott szájjal, s félrebillent fejjel. Észrevett valami mozgás, de annyira ki volt merülve az éjszakai sok sírástól, hogy üres, fájó gyomorral ülve maradt, és csak nevetett. Aztán csönd lett, ő is magához tért, tenyerével megdörzsölt arcát, fejét, megvakarta a nyakát, haját, ásított, s a szeme könnyes lett, akkor megszólalt a tanár hangja, most már az igazi katedrán. Nyilas Mihály, azt itt a villám csapott le mellette. Nem is akart felállni, ez lehetetlen. Olyan sokáig maradt ülve, hogy mozgást támadt, s nyugtalanság, és mindenki ránézett. Akkor felállott, halálsápadtan, s ránézett a tanárra. Szúrós, sötét szemeivel, az arc egészen be volt esve, és kemény kis szemöldökei makacsul szegeződtek az öregre, mint felvont apró íjak. Az volt a szokás, hogy ki kellett menni szó nélkül a táblához, amelyre fel volt feszítve Franciaország térképe, és elmondani a mai leckét. Két oldalról Orci és Gímesi ijetten és csodálkozva nézték, mit akar. Gímesi felállt, hogy helyet adjon neki, hogy kimehessen, erre kiment. Tántorgó léptekkel botorkált fel a tábláig, és megállott a térkép előtt. No, édes fiam, hát mi volt feladva mára? Misi hallgatott, egy pillanatra lehúnyta a szemét, s nagyot szédült vele a világ,
Rettenve kellett felnyitni tágra a szemét, hogy el ne essen. Aztán tétován a térkép felé fordult, s homályosan villódzott előtte a francia földképe, amely mint egy cifra kendő terült el a tengerbe vetett csipkés sarkával. S barna a hegyek foltja folyik leróla jobbról a déli tengerek felé. No, hát ugye Franciaország, mondta a tanár. Milyen ez a Franciaország? Ugye két képet mutat keleten inkább, a hegység, nyugaton a síkság, délen mi van délen, hogy hívják azt a vastag hegységet délen? Az osztály feszülten figyelt. Senki sem értette nyilast, aki mintha megnémult volna, egy szót sem szólt. De nem szólt, most már csak azért sem, most már lassan eszébe jutott a múlt óra, akkor se nagyon figyelt ugyan, de azért lassan fölismerte a térképen a Pireneust, eszébe jutott a Roncesvalli hágó, a Roncesvalles, mondta magába. Ez a nagy hegység egészen elzárja a francia földet a spanyoloktól, csak hol lehet átmenni rajta, milyen hágón, Roncesvalli hágón, Roncesvalles, mondta magában Misi. A kicsi öreg tanár, aki úgy össze volt töpörödve, mint ha megaszalták volna, az élet kemencéjében, de egészen rózsaszínű volt, és galambfehér ősz, szokás szerint hirtelen méregbe jött. Ennyi, édes fiam, de szemtelen ember vagy! Akkor azonban meggondolta, hogy kivel áll szembe, mégis az első padban ülő ember, az a kis szemtelen ember, az öreg tanár pedig, a volt grófi nevelő nagyon bele volt gyökeresedve, minden tekintély tisztelete megbánta át, amit hirtelen kibökött, jóvá akarta tenni. Leszállott a tanári székről, és a térképhez menve hozzáfogott elmagyarázni szóról szóra, ugyanúgy, mint előző órán az egész leckét, így elbeszélgetett egy jó negyed óráig. Misi folyton előre mondta magába azoknak a helyeknek a neveit, amiket kinyögni készült az öreg Jura-egység, Kodrodor és a Langrei fennsík, Ardenek, Kovennek. Mind eszébe jutottak, de a száját annál makacsabbul szorította össze, és ha agyonverik, akkor sem mondta volna ki. Itt van az az Ogrinyak, ahol folytatta a kisöreg. Most 1852-ben egy útkaparó napfényre hozta a legérdekesebb őstemetkező helyet, még a történelem előtti korszakból, amely temetkezési helyen együtt találtatott meg az emberi csontvázakkal az ősvilág kihalt állatainak csontja is, így a barlangi medvének, hiénának, oroszlánnak, mamutnak, rinocérosznak a csontja, ez bizonyítja, hogy az ember egykorban élt ezekkel az állatokkal. Misi csodálkozva nézett rá. Már beszélt erről az öreg úr a múlt órán is a neanderthali ősemberről, de még sose kapta meg ilyen közelről. Az öreg úr mondta ki, hogy most 1852-ben, mintha tavaly lett volna. Így mondta neki, aki csak nem 30 évvel később született erre a maga az őskor is egész közel jött hozzá, és egyszerre felvillant előtte valami homályos kép, hogy az ősember bebúvik a barlangba, ahol már van egy medve, oroszlán, mamut, de a mamut hogy fér be, a szeme felnyílása, és az arcán az értelem és a figyelem felcsillanása megragadta a tanárt, és egészen hozzáhajolva elkezdett neki magyarázni. A történelem előtti korszakban természetesen, mert a történelem már nem ismeri az ilyen életmódot, de is a történelem az csak itt kezdődik, tegnap előtt az egyiptomi piramisokkal összesen 4-5 ezer éve építették ellenben azt a koponyát, amit ott találtak, na hol is,
Itt Düsseldorf mellett már számtalanszor ejti ki az ember a nevét, az öreg kínosan küzdött a memóriájával, s Misi kibökte. Neandertal, ott igen, mondta az öreg úr, s vékony kis kezével megérintette a kisdiák vállát. Neandertali koponyát a diluvial képletben találták, annak is a legalsó rétegében, pedig a geológusok azt az időt még a diluviál réteg lerakódott rajta, az alluviál réteg, ezt az időt legalább 200-300 ezer évre becsülik. Nos, a neandertálit koponyánk 300 ezer éves, de lehet sokkal több is, ám maradjunk meg 300 ezernél. Hányadik ivadéka volt az, aki a piramisokhoz hordta a követ? Nem szabad könnyelműen olyan szókat mondani, hogy ez vagy az a régen volt, a régmúltban. Neked régen volt, ami gyermekkorodban történt, de az nekem csak tegnap volt, mert én már 30 éve tanár voltam, amikor te születtél, és ami nekem régen volt, mi az a magyar nemzet történelmében, az még mindig csak a ma, hiszen a magyar állam 1000 éve áll fenn, és ha történelmileg nézzük, nekünk Árpád régen volt, pedig hozzá képest a peloponnézoszi háború őskor, és ez a babiloniai építkezések még ősibbek, csak akkor vége a történelemnek, 4-5 ezer év az egész, ameddig vissza tudunk nézni írott vagy faragott emlékek által. És íme itt van a floridai korálképződésű félsziget, amely az Agassiz számítása szerint 135 ezer év alatt képződött, így a benne talált emberi állkapocs helyzetének mélysége után ítélve mintegy 10 000 éves lehet, és ez az állkapocs már a ma kiképződött és érvényes emberi állkapocs, tehát 10 000 évvel ezelőtt már az ember ugyanúgy készen volt, mint ma. Csak mások voltak az élet viszonyai, de a te neandertáli koponyád az még más, az még közelebb van a majom koponyához. Most vesd össze a 300 ezer évet a 3000-rel. Minő különbség az, hogy neked 300 forintod van-e, vagy csak 3? Ilyen keveset tudunk az emberiség ős történelméből, csak 3 forint árát. Lent az osztályban nevetés hallatszott rá, nyüzsgés, lögdösödés, de Misi meg volt bűvölve. S lángoló szemekkel nézett a kis öregre, akinek a homlokán a csontokra simult a puha rózsaszínű fonnyat halvány bőr, és kék erek voltak rajta szétzilálva. A két keze is annyira gyenge és reszketős, hogy most, amint a képleteket felállította, elfáradt bele, és le kellett ülnie. Arany János barátja volt, mondta róla valaki. Míg utána nézett, Arany Jánosra gondolt, Arany János fogott kezet az öreg Názóval. Mikor fiatal Názó volt, visszacsoszogott az aktanár a székhez, és lehajtotta a fejét, és darabig maga elé nézett. Akkor felállt egy fiú ott az osztály közepén, és azt mondta, tanár úr, kérem, megzavarodva szinte ilyetten nézett rá. Mi-e? És nagy lobogó, denevérszerű füleihez tartotta a kezét, mert nagyot hallott. Mit akarsz? Tanár úr, kérem, még nem tetszett beírni a hiányzókat. He? Az osztálykönyvbe a hiányzókat még nem tetszett beírni, kiáltotta a torka szakadtából a fiú. Az öreg úr idegesen kapkodva vette elő az osztálykönyvet, és felnyitotta. Engedelmesen, mint aki érzi, hogy pontosnak kell lenni, csak nem bírja erővel ezt a pontosságot, felnyitotta a könyvet, és beírta. Milyen nap van ma? Csütörtök! Kiáltotta az egész osztály kórusban. A tanár reszkető betűivel beírta a szükséges dolgokat, aztán úgy lehajtott fővel folytatta, hogy volt az embernek történelem előtti, azaz olyan korszaka,
amelyről semmi nem csak írásban, de még szájról szájra adott mondákban sem maradt fenn, az kétségen felüláll. Sok százezer év folyt le az alatt, míg az állatvilágnak utolsó remeke az ember szellemi fejlődését annyira vihette, hogy létezésének kétségen felül álló biztos jeleit hagyhatta a későbbi világ számára. Ilyen legbiztosabb jelek azon kő és csontszerszámok, melyeken első tekintetre felismerhető, hogy az emberi kéz által munkáltattak. Ilyenek a kezdetleges agyagedények és a primitív ékszerek, amelyeken látszik, hogy nem kemencében, csupán tűzben égettettek ki, s főként ilyenek az ős temetkezési helyek, amikről most beszélünk, s íme ez ős temetkezési helyek. Két dologra tanítanak meg csalhatatlan pontossággal, hogy a társadalomban élés és az erkölcs épp olyan vele született emberi ösztöne az embernek, mint amilyen vele született ösztönt találunk más állatoknál is, például a méheknél, a hangyáknál. Előbb léteztek az embereknél a moráltörvények, mint a polgáriak, amazok tehát ősibb és erősebb oszlopai az emberi életnek, mint emezek. Lehajtotta a fejét kezére, és sokáig csöndes zsibongás volt, amit ő észre sem vett. Már egészen elfelejtette Misit, Franciaországot, az osztályt, teljesen a saját gondolatai közt maradt, mert egy tanulmányon dolgozott Debrecen őskoráról, s áttért arra. És ezek a korok nem záródnak le oly szabályszerűen, mint nem szakemberek gondolnák. Íme, a magyarok még Debrecenben ma is élnek. A kő és csontkorszak bizonyos eszközeivel. A hortobágyi pásztorok és béresek még ma is használják a csürkölőt, ami nem egyéb, mint a juh lábszár csontjából készült, egyik végén hegyes, a másik végén átfúrt csontszerszám, melyel a kötelék görcseit oldozzák, s a parasztházakban mindenütt fel van akasztva a tükör alá a lúd középszár csontjából készült, átfúrt végű gatyamadzag húzó. Erre a szóra váratlanul kitört a kacagás. Különben az osztály nagyobb része már eloszlott figyelemmel foglalkozott apró magánügyekkel. Gombot cseréltek, vagy ceruzát hegyeztek. Halkan beszélgettek, nevettek. Az írásbeli dolgozatokat forgatták. Néhányan most készítették el a példákat a számtanórára. Ezeket csak azért említeném, mert nagyon óvatosnak kell lenni a régészeti tárgyak korhatárjelző értékének megbecsülésénél. A Malái szigeteken több népet találtak, amelyek még ma is használják a csont- és kőszerszámokat, holott az iparfejlesztő népek már olcsón juttatják el tökéletes műveiket, mindenféle piacot keresve árujoknak. Mi ismert dolog a beretva, és én magam tapasztaltam Egyiptomban, susogás, mozgás, hogy a fürdőkben az ottani barbélyok nem acélberetvával, hanem obszidián kőkéssel vakarják le a testről a dolomitos sárral bekent szőrt. Csendes röhögés. Olyan kőkéssel, amilyet Ugarkova néven tarisznya számról lehet összeszedni Magyarországon is. Például Debrecen határában
ilyen nagyon érdekes lelőhely a Kovácsvölgy, amelyet sokan Kovácsvölgynek neveznek helytelenül. A déli oldalon, a diószegi országút mellett eső homokdombokon, melyek az 50-es években majorsági földeknek kiosztattak, és azóta átkos földeknek neveztetnek, nékünk van ott földünk, szólt egész hangosan egy civis fiú. Egy helyen, ahol, de felállt az előbbi jelentő fiú. Tanár úr, kérem, mi a? Ijedt fel az öreg, és megint a füléhez nyúlt, széttartott ujjú tenyerével. Tanár úr, kérem, Onódi Lajos mondja, hogy nekik is van földjük az átkoson. Az öreg úr idegesen intett, hogy üljön le, és folytatta. Azon a helyen, ahol a szekérút megkönnyítette a domboldal megbontását, a magas homokdombnak a lapájra meredeken ereszkedő oldalát a szél szépen kinyalta, erre egy pillanat múlva buffogó, kaszagás, rihegés, büffögés tört ki, úgyhogy nem lehetett hallani a következő szavakat. Mi nyalt, ki nyalt? Kérdezték. Itt is, ott is, heccelve. Hogy, he? Kérdezte az öreg úr, újra megtoldva komikusan a fülét a tenyerével. De senki sem felelt, csak kacagtak buzgón. Erre az öreg úr félreértette a dolgot, megszakította a mondani valóját, és így szólt. Igen, nagyon nevetséges az átkos név eredete, ezt a földet még a Csorba polgármestersége alatt kiszakították a közlegelőből, és eladták parcellákban, de a szegény nép úgy haragudott érte, hogy még azokat is átkozta, akik vettek belőle, így lett az a föld máig átkos föld. A fiúkat ez nem érdekelte. Az öreg úr mindig úgy beszélt, mint a magához való okos emberekkel tárgyalna. Az általános zsibongásból felállt a jelentős, azt mondta, tanár úr, kérem, nem lehetett érteni, hogy ki nyalta ki. Az öreg nagy szemeket meresztett, aztán égtelenül dűbe jött. Felcsattant, s vércse hangon rikoltott rá. Szemtelen ember vagy, édes fiam, szemtelen ember! Nem való, hogy becsületes emberek közé gyere, állj ide mellém! Erre az egész osztály lesütötte a fejét a padban, és mindenki viharosan kacagott. Csak Orci ült komolyan az első helyen, s rosszallólag csóválta a fejét. A tanár megzavarodott, mintha megértette volna a helyzetet tragikusságát, elnémult, s erőt véve magán Misihez fordult, s neki magyarázta, hogy ott, a homok alatt kőkorszaki tárgyakat szépen kitakarva hagyott a szél. Szépen és tanulságosan mutatja ez, hogy Debrecen vidéke már a kőkorszakban is lakva volt. Misi boldog volt, hogy most már neki beszél csak a tanár. Ő ma mélyen meg volt hatva, úgy megértett mindent, amit a tanár úr mondott, és érezte, hogy mély és örökös tudományt kapott ma a tanár úrtól, és egész kis lelke hálásan fonódott az öregecske felé. Most felállott Orci. Bocsánat, tanár úr, kérem, szabad egy kérdést? Mi? Mondta a tanár. S félfülére téve a tenyerét, elhúzott szájjal figyelt oda, nagy kiálló késpenge vékonyságú orra szinte átvilágított, ahogy az ablak felől ráesett a fény.
Krisztus előtt hány évvel lehetett itt Debrecenben a kőkorszak? Mondta a professzor, Krisztus előtt hány évvel a neolit korból való? Sajnos nem is tudok adatokat arra, hogy hazánkban valahol a paleolit korból való tárgy találtatott volna. A neolit kor az már a csiszolt kőkorszak, a csiszolt kőszerszámok korszaka. Igen, bocsánat, tanár úr, kérem, de a neolit kor az mégis Krisztus előtt volt. A tanár felemelte a kezét. Hol volt még akkor a Krisztus? A Krisztus csak itt élt tegnap. Mikor a Krisztus élt, már akkor túl voltunk a kőkorszak után következett bronzkorszakon, a rézkorszakon, és benne voltunk a vaskorszakban. Különben is az ember olyan maradi lény, hogy csak arra, hogy a megszokott kőszerszámnak a csiszolásán valami változtatást tegyen, évezredeknek kellett lefolynia. Hogy lehet akkor évszámokról beszélni, édesfiam? Krisztus előtt hányban, s Krisztus maga, ahogy az a kőbalta csak átalakult, és a Krisztus apjának a kezében, aki ács volt, vasfejszévé vált, éppen úgy azok az igazságok, amiket a Krisztus hirdetett, együtt jöttek az emberiség őskorából a kőbaltával. Kikeresett a zsebéből egy csomó kulcsot, és kinyitott egy fiókot az asztalban. Itt van ez a darab kő, egy kettétört kalapács, természetesen a lyuknál törött el, ez a kalapács foka, ez egy olyan gyönyörű darab, hogy ez már csak nagyon fiatal neolitból jöhet, legfeljebb 3-4 ezer éves, de hol van ez a kőkorszak kezdetétől, a pattintgatott obszidiántól? Legalább 100 ezer év van köztük, az emberiség kőkorszakát legalább 100 ezer évre lehet tenni, vagy 150-re, 200 ezerre. Krisztus előtt, vagy mostantól, kérdezte Konokul Orci. A tanár vörös lett hirtelen haragjában. Szamár vagy, édes fiam, mint apád, gyere, állj ide mellém! Oci frissen, figyelmesen felsietett a pródiumra, s a kisdiákok hangos nevetése kísérte. Ő a katedráról leintett az osztálynak, hogy hagyják, most ne nevessenek. Nézd meg ezt a követ, látod? Igen. Látod, milyen finoman van ez csiszolva? Ezt már szerszámmal csiszolták, nos, Krisztus születése óta. Olyan kevés idő folyt el, hogy annyi idő abban az őskorban nem volt elég arra sem, hogy az a szerszám, ami ennek a kalapácsnak a kicsiszolásához szükséges volt, megjelenjen. Itt van ez a másik kő. Ez egy kőszerszám, amelyen a fúrás csak arra való lyukat hagyott, hogy az ember az ujját beledughassa. Ezzel a kővel pattantgatta le a kőkorszaki ember a nukluszokról a kőkéseket, a lyuk arra kellett, hogy az erős fogást biztosítsa, míg rájött az emberiség arra, hogy jó lesz egy ilyen lyukkal segíteni magán. Édes fiam, addig 20-szor annyi idő eltelt, mint Krisztus születésétől mostanáig. A kérdésednek tehát
jogosultsága nincs, ha én 200-300 ezer évet számítok, azt nem számítom sem Krisztus születésétől, sem az osztálykönyv mai dátumától, hanem a világ teremtésétől, mondta Orci. A nagyapád halálától, kiáltotta a tanár. Honnan számítom? Mutatott rá Misire, aki még mindig ott állott a térkép előtt, és mohonítta a tanár minden szavát. Hát csak úgy, mondta Misi vállát vonva. Hát csak úgy, kiáltotta a tanár mind a két karját felemelve. Igenis, csak úgy, hozzávetőlegesen, csak hogy éppen időhatárt mondjak, erígy helyre! Orci meg volt sértve, s az ajkát rágta, bosszantotta a dolog. Mielőtt leült volna, odalesett a tanárra, s látva, hogy az nem néz fel, grimasz vágott hátra, és a füle mellé tette a kezét, ahogy az öreg szokta. Erre persze kis nevetés futott végig az osztályon. Egyszerre csengő hallatszott. A professzor elővette a noteszét, s 2 centiméteres kis kurta plajbászát megnyálaszta egy nagy egyest írve Nyilas Mihálynak. Barta Imre felállott, úgy nézte. Nagyon jól van, édes fiam, mondta, helyre mehetsz, amint kiment, hatalmas lárma tört ki. Ez már aztán mégis disznóság, mondta Szegedi Feri. Egy szót se szólt, mégis jelest kapott. Ha én elmondtam volna az egész leckét, akkor is 3-ast adott volna, hogy az Isten lova rúgja meg. Sokan nevettek, de már az osztály nagy része karikázva, ugrálva tódult ki a tanteremből, hogy lemenjen a földszintre az osztályba. Szegedi ezt sértően mondta, és félváról Misire nézett. Misi hallotta a durvaságot, de nem szólt rá, mert igazat adott Szegedinek. Ám bár ő tudta, hogy a tanár érezte, hogy ő figyel és érti. Tannenbaum kelt a Misi pártjára. Igenis jól felelt, mert dacára annak, hogy a mai leckéből nem mondott semmit. De megmondta az izét, a paleontált, vagy mit, na. Letette a könyveit, kinyitotta a földrajzot, hogy megkeresse, mert fel volt írva, felírta azt a szót ceruzával, amit Misi felelt. Annyi volt az egész felelete, hogy megrántotta a vállát, ordította Szegedi. Gimesi, mint a paprika, támadt rá. Ha te megrántod a válladat, akkor 4-est kapsz. Ha Nyilas megrántja a vállást, jelest kap. Ez már így van. Összetartanak, jeles pad, visította Szegedi, és köpött feléjük. Gimesi már a hón alatt volt minden könyv, mint egy kis kutya rohant neki, mint egy kecske, baksi úgy neki ment a fejével, hogy Szegedi nekidőlt a katedrának, akkor hozzáfogott pofoszkodni, a Gimesi könyvei szétrepültek, s vékony kis fehér kezével nyakát tépázta Szegedinek. Az pedig ököllel ütötte a fejét, de mindig csak a koponyáját találta, és mivel Gimesi haja mindig géppel volt lenyírva, csak úgy csattogott, csak hogy az Gimesinek tudva levőleg nem fájt. Ő azonban úgy össze-vissza karmolta Szegedit, hogy annak vérzett az arca. Akkor Barta Imre a padokon átvetette magát, és szétlódított őket. Ne, te már! Mondta. Ezt még meg fogjátok keserülni, kiáltotta véresen, nyálasan ordítva Szegedi, és Misire nézett. Gyere csak arra, mi felénk! Misi iszonyúan meg volt szégyenülve, és eszébe jutott, hogy Szegedi arra felé lakik, ahol a tanítványa. Hát én mit csináltam, mondta, és sírt. Megfogom azt a piszok fülit, letépem a nyomorultnak, mondta Gimesi, és hozzáfogott összeszedni a könyveit. Neandertál, kiáltotta Tannenbaum, Neandertál, Neandertál!
Azt senki se értette, hogy Gyimesi miért lett olyan dühös. Kisebb volt Szegedinél, de alaposan helyben hagyta. Mikor bementek az osztályba, elől ment Gyimesi, utána Tannenbaum, akik az utóbbi időben egész jó barátságba kerültek, s hátul ment csendesen és szomorúan Misi. Akkor valaki éjjent kiáltott Gyimesire, s a körüllevők nevetve azt mondták, éljen a köppincs! Na, ne maráskodjatok, szólt Gyimesi, de mosolygott, és jól esett neki, bár a köppincs szóért kicsit dühös szokott lenni. Egyszer óra közben azt mondta, hogy náluk Erdélyben nem azt mondják, hogy koppancs, hanem köppincs. Ez persze csak találmány, de aztán olyan makacsú ragaszkodott hozzá, hogy néha mondták neki. Misi félt, mert most következett a latinóra, és abból is kiszólítják, akkor nem fog olyan könnyen kibújni. Egyszer csak gyanús lett neki, hogy Sándor Mihály Orcival tárgyal. Aztán Orci odajött hozzá, és igen határozottan azt mondta. Te, Misi, kihúzták a számokat? Misi lesütötte a fejét. Nekem megmondhatod, mert nekünk van egy öreg szakácsnénk, az legjobban ért a lutrihoz, az minden héten tesz a lutrira egy hatost. És aztán úgy szoktunk vele drukkolni 2 hétig, míg a húzás meg nincs. Én szakember vagyok a lutriban nekem, tehát hiába hazudsz, én keresztül látok rajtad, mint az üvegen. De már csengettek, és bejött Gyéres tanár úr. A földrajzórai zavarok miatt senki sem volt még a helyén, Gyéres tanár úr megállott felettük, kesztyű volt a kezében, úgy intett, hogy na mi az. Lassan helyre kotródott mindenki. A tanár felment a katedrára, és kinyitotta az osztálykönyvet. Nem volt óra? De igen, tanár úr! Kiáltották sokan, mások azt kiáltották, hogy földrajz! Milyen óra volt, Orci felugrott, és hangosan kiáltotta. Bocsánat, tanár úr, kérem ezzel! Teljesen sikerült magára terelni a figyelmet, pedig nem ő volt a bejelentő, de Gyéres tanár úr leintette a többieket és ránézett. Földrajzóránk volt, és a tanár úr nem írta be az órát. De igen, beírta a tanár úr, kérem. Gyéres tanár úr lobogtatta a levelet, a könyvlapját, hogy nincs rajta. Orci felsietett hozzá, s tovább lapozott, csak ugyan 2 lappal hátrább volt beírva a földrajz. Gyéres tanár úr mosolygott, megköszönte a figyelmet, és Orcit helyre küldte, azt mondta. A tanár úr azt hiszi, hogy 100 év múlva ez úgyis mindegy lesz. Erre óriási nevetés lett, s Orci minnyájukat túl kiáltotta. 100 000 év múlva! Amit mondott, ez olyan furcsa volt, hogy Gyéres tanár úr figyelmesen nézett oda. Hogyan? És Orci felpattant. Kérem, a tanár úr csak 100 000 években számítja az emberiség izéjét, az emberiség, tehát, hogy az eszközök fejlődése csak 100 000 években figyelhető meg, a kőeszközök fejlődése. Gyéres tanár átradült a széken, úgy nézett Orcira. Nevetett, de csak úgy nevetésre állt az arca, annyira meg volt lepve a gyerek találó és éles megjegyzésétől, hogy csak ennyit mondott rá. Nagyon kitűnő. Intett, hogy üljön le, és mindjárt hallgassanak el, és akkor felszólította Szentét. Ez a legutolsó padban ült, és semmi egyébbel nem foglalkozott, csak örökké labdát kötött. Mint hogy már a 3. mondatnál le kellett menni hozzá, és attól kezdve ott is maradt óra végéig, velük gyakorolta a mondattani elemzést, már tudnék, az összes utolsó padbeliekkel, így hát ők szabadon beszélhettek egy-egy szót. Hát, hol a reskontó? Bögte oldalba Orci a középső újabb bütykével Misit. Visszaadtam az öregnek, na. És nem emlékszel a számokra? Elég csacsi vagy, hisz ez fontos. Kicsit hallgattak,
mert Gyéres mellett nem igen lehet privát konverzációkat folytatni, ahogyan ő nevezi, később azonban egészen odahajolt Misihez. Te, itt nagy pénzt lehet nyerni. Mikor Henrik bátyámnak mondtam, hogy én teszek a lutrira egy hatost, nyerek 4 forintot, és akkor veszek rajta egy pár niklírozott korcsolyát, olyan kosorrút, ő azt mondta rá, hogy barátom, ha én a lutrihoz nyúlok, akkor én nagy pénzt akarok nyerni, nem 4 forintot, nem is 1000-et, hanem pénzt. Azért mondom, hogy te nem is tudod, miről van szó. Misi nem szólt, csak magába húzódott, mint egy kis sündisznó. Hiszen az kell neki éppen, hogy most kezdjen elnőni előtte a nyerési lehetőség. Ez is eddig nem tudott szólni, most meg, hogy macerálja. Inkább hozzahúzódott Gimesihez, akit kimondhatatlanul szeretett ma, mert utóvégre ő miatta verekedett meg. Ődik, hogy hallottam szavadat, és nem hallottalak, a szemedbe néztem, és mégse láttalak. Azt mondta, hogy Gyérest kihívja párbajra. Nagy Sándor! Orci kuncogva nevetett, s Misi tátott szájjal hallgatott. Ebben a percben felharsant egy hatalmas hang. Sorakozz! Bejött a tornatanár az oldalfülkéből, amelyiknek az ajtaja felett föl van írva 3 nagy E betű, s egyszerre megindult a sorakozás. Már félig meddig úgyis sorba állottak. Egyenesen azt a sort, mi van ott? Kinek van olyan nagy hasa ott? Vigyázz! Mereven és katonásan állottak. Körbejárás, indulj! 1, 2, 1, 1, 2, 1. Megindultak végig a hosszú termen, egyik a másik után. Vágjuk azt a bakkancsot! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Mikor vagy kétszer körülszaladtak, akkor végre éppen a helyükre értek vissza. Pihenj! Mindig ez volt az óra kezdete. Misi borzasztóan unta ezt az egész dolgot, az egész tornaóra olyan nagy butaság volt, most felvonultak a bakhoz, és át kellett ugrani az alacsony bakot. Még a nagyok csak könnyen megtették, mert hosszú lábuk volt, de ők kicsik már fent maradtak a bak hátán, és akkor érezni kellett a tanár mély megvetését. A tornatanár Szűcs Istók vastag kis ember volt, kis fekete bajszú, kövérember, peckes, őrmesteresen beszélt, s olyan vastag válla karja volt, hogy kidagadt a kabátjából, de azért soha semmit sem mutatott meg, csak kommandírozott. Szerette az erős gyerekeket, azokat külön dolgoztatta, az volt neki a jó tornász, aki hazúról vaskosan erősen jött el, a többi kákabélűre rá se nézett. Kötelességből végigengedte azokat is a tornaszereken, de valahogy úgy érezte, hogy ezek csak bepiszkítják a nyújtót, meg a korlátot, az előtornászok azok igen. Azokat külön csapatba állította, és külön gyakorlatokat végeztetett velük, még nevetett is velük, de ezeket a hitvány cafatokat megvetette, és 8 év alatt se ismerte meg egyiket a másiktól. Papnak készült, de rendes szokás szerint hamarabb házasodott, mint állása lett volna, és mivel Szűcs Istók a kollégium dísze volt, 12 esztendőn át megválasztották az öreg Zábárszky professzor nyugdíjba vonulása után tornatanárnak. Az öreg Zábárszky tudnilik szépírást és tornát tanított, mert ehhez a két tantárgyhoz nem kellett semmi képesítés, sem képesség. Ő még a régi világ embere volt, egy régi püspöknek a teremtménye.
Misi mély bánatában, hogy a reskontó is elveszett, meg Gímesével is összeveszett. Nem bírt nekifutni a baknak, s fel se bírt ugrani a tetejére. Na, mi lesz? Beszakadt a madzag! Kiáltotta a Szűcs Istók. Misi el akart kullogni a bak mellett, de ráripakodott a tanár. Még egyszer! Vissza kellett menni, és újra neki iramodni. Megint csak nem bírt semmi lendületet venni, ott maradt a bakhoz támaszkodva. Még egyszer! Harmadszor is visszabandukolt. Fuss! Neki indult, de futás közben megcsendesedett, egyszer csak elszánta magát, abbahagyta a futást, kiállott, félrement, nem futott a bakik se. Szűcs Istók a száját is kitátotta. Gyere csak vissza! Gyere csak vissza! Gyere csak! Integetett neki begörbített ujjal. Hogy megy az a virtus? Hadd lássam még egyszer azt a futást! Misi megállott, már teljesen ki volt merülve az izgalmaktól, s megcsökönyösödött, ott maradt a helyén. Egy-kettő! Dobpantott nagyot Szűcs Istók. Ő nem szólt és nem mozdult. Lökétek odalba, mert ha én lököm meg, átrepül a nagy templom gombján. A szeme szikrát szórt, s iszonyú tagjait kifeszítve indulásra készen állott, hogy rátapos a gyerekre. De Misi összeszorította a fogát, és nem mozdult. Még tagadod az engedelmességet? Renitencia! Ordított a tanár, s egy lépést tett előre. A fiúk rettegve várták, mi fog most történni. Akkor Orci kilépett a sorból, és azt mondta. Tanár úr, kérem, Nyilas Mihály beteg. Nem kérdeztem! Orci persze el volt bizakodva, hogy neki szabad a gyámoltalanok és szerencsétlenek védőjeként fellépni, de itt nem volt első, itt tornaóra volt, és Szűcs Istóknak éppen annyit számított a suta lábaival, mint Nyilas Misi. Orci nem vonult vissza, hanem azt mondta. Bocsánatot kérek, ami igazság, az igazság. Szűcs Istók rábámult, liegve, és magából kikelve, mint egy vatkan. Konstatálta, hogy a gyereknek finomabb inge van, mint másiknak, és finomabban van fésülve, szóval, hogy ez úri majom, és ez úgy felbőszítette, mint bikát a veresposztó, személyes sérdésnek tekintette, pálya végezetlensége, paraszt eredete és titkos iszákossága kritikájának, hogy ez az úri fiú így mer vele packázni, s most egyszerre reáfordult minden dühe. Gyere ide! Hörögte szinte kéken a vérömléstől. Orci bátran és kihúzott derékkal lépkedett előre. Ide! Ordított a Szűcs Istók, s a lába elé mutatott. Orci most már egy kicsit óvatosabban közeledett, látta, hogy itt most egy pofon készül, s ez elijesztette. Csodálkozott is, fel is volt háborodva, és nem szerette volna megkapni. De azért most már nem tehetett egyebet, a szemébe merett a tanárnak egyenesen, mereven, bátran, az osztály lélegzett visszafolytva leste, mi lesz. Egy pillanat telt el így, Orci érezte, hogy halál sápadt, de nem retirált. Ellenben Szűcs Istók meggondolta, hogy ez a fiú semmi egyebet nem csinált, mint hogy rossz tornász, féreg. Hát az utolsó pillanatban, mikor már el is kezdte mondani rekedten, hogy na hát, hogy eszedbe jusson, hogy a más dolgába többet ne üsd bele az orrodat, úrfi! Felemelte a kezét, abban a pillanatban megpödörte a bajszát, azzal a parasztlegényes mozdulattal, hogy odakinn a szérűn szokás, ráijeszteni valakire pofonigérő kézmozdítással, aztán bajuszpenderítésre fordítani a tréfát. No te giliszta! Mondta. Hát, az ott ki fog állni!
A beteg menjen a pokolba. És most te fogsz helyette ugrani. Ein, zwei. Hát Orci, az igazat megvalva hősiesebben ki tudott volna állani egy pofont is, mint ezt talpra esetten megtegye, de azért nekiramodott, és szerencsésen megcsökött a bak előtt, nem bírt felugrani rá. Épp úgy járt, mint Misi. Nem is volt illő, hogy egy jeles tanuló jó tornász legyen. Na, gratulálok, mondta Szűcs Istók. Mi az Isten haragjának? Küldenek nekem ide ilyen gilisztákat. Orci szégyenkezve, de mikor a fiúkkal szembefordult magát, elnevetve kotródott be a sorba. Szűcs Istók utána nézett, meglátta Misit, aki még most is a helyén állt. Ki a sorból? Misi nem mozdult. Azt akarta mondani, hogy ő nem beteg, de egyszerre csak szétülést érzett, és eltántorgott a falig, abba beletámaszkodott két tenyerével, és lassan elvesztette az eszméletét. Lezuhant a földre. Szűcs Istók csodálkozva nézte. Öntsetek egy pohár vizet a nyakába, mondta. No, Güzüliska! Kiáltott rá Simonfi Pistire, aki legközelebb volt hozzá, s kicsisége mellett ügyes kis tornász volt, tehát ismerte. Ott van az asztalon a szobámba! Pisti futva szaladt be, és mindjárt jött vissza egy félig tele vizes pohárral. A kezét belemártotta, és elkezdte fröcskölni vele a Misi arcát. Misi undorodva eszmélt magára, iszonyú bűzt érzett, a pohárban nem víz volt, hanem pálinka. Szűcs Istók elvörösödött, és szítta magába a saját buta fejét, hogy ez kiment az eszéből. A fiúk lassan megérezték a pálinka szagát, és elkezdtek nevetgélni, de Istók elordította magát. Vigyázz! Ez mindenre orvosság volt. Berta, kellemen, ültessétek le arra a kötélcsomóra. Persze ő csak a jó tornászok segítségét tudta valamire becsülni, és így Orcinak, Gimesinek és Simonfinak helyre kellett menniük, hogy a két előtornász leültesse Misit. Berta nagyon meg volt hatva, sajnálta Misit, mert igen tisztelte odabent az osztályban, és most először életében maró megjegyzést tett Istókra. Vizes pohár bulissza a pálinkát, ez a marha. Misi végre megnyugodott. Jó volt ott ülni a kötélcsomón, hátát a hideg falnak támasztotta, és bágyattan összeesve ült, a tornaterem kavargott, és szédelgett előtte, és egész óra alatt ásítozott és hideglelős borzongást érzett. Egyszer meglátta, hogy Orci és Gimesi beszélgetnek, és akkor a szeme tele lett könnyel. Milyen jó hozzá ma már, mind a kettő megverekedett érte. Ez alatt Gimesi azt mondta Orcinak, én tudom, mi a baj. Elvesztette a reskontót, pedig kihúzták a számait. Ne beszélj, mondta Orci ámulva. Én tudom, mik az ő számai, leírta nálunk. És most megkérdeztem Sándor Mihálytól, és barátom, csak a 22-t nem húzták ki, a másik 4-et kihúzták, úgy látom. Orci azt mondta, hát ha ellopták, nincs kizárva. Gimesi ettől meg volt lepve, erre nem gondolt. Szűcs Istók odanézett, és meglátta a rendetlenséget, mert torna alatt mindenkinek a helyén kell állni és várni, míg a 60 gyerek után megint rákerül a sor. Oda nézett, hát keményen és kitartóan, és még mikor a helyére kotródott is a két gyerek, még mindig nézte őket kemény, kutyakorbács pillantással. Misi pedig azt gondolta magában, hogy ő már megverte a drága jó Gimesit, amiért pártját fogta hálából. Biztos, hogy Orcihoz is komisz lesz, mert hiszen ő csak egy komisz paraszt.
Az orrán keresztül szivárgott le a könny a szájába, s ő nyelte és pisszegett magában, ájuldozva és szédelegve is szerette volna letenni a fejét az édesanyja ölébe. De hol van ő szegény, szegény édesanyja? Nyolcadik fejezet, amelyben kitűnik, hogy Misi olyan gyerek, aki nem szereti, ha vele foglalkoznak, kivált, mikor valami kellemetlenség áll a háta mögött. Hagyják békén. Jó ilyenkor haza és nagy gondokra gondolni, jó elfelejteni a nagy mellett a kis bajt. Ebéd után leült a helyére, és tanulni akart, a szoba üres volt, csak nagy úr feküdt az ágyán, és olvasott. Ő kiúszta a fiókját, eszébe jutott a megkezdett levél, amit szüleinek kezdett írni, de már legalább egy hete csak. Ott volt a fiókban, ezt hamar elővette, és kikészített tintát, tollat, édes jó szüleim. Ne tessék haragudni, édes jó szüleim, hogy olyan régen nem írtam édes jó szüleimnek, de ennyi volt a levél. Darabig nézte, nézte. Csak ott ne volna az a de, akkor tudnám folytatni, de mit írjon, hogy miért nem írt eddig? Hazudni nem mert, folyton ott világolt mögötte, a nyakát sütötte az édesanyja szava. Fiam, mindig úgy viseld magad, mintha látnálak. Gondold azt, hogy az én szemem lát, s akkor soha nem teszel semmit, ami nem helyes. Érezte azt a jó szemet szinte, csiklandozta a félelem a torkát, és csüggetten nézte a levelet. Nagy úr az ágyon megmozdult, erre ő hamar bemártotta a tollat a tintába, és írni kezdett. Nem volt időm, mert minden délután 5-től 6-ig felolvasok egy öreg úrnak, aki vak, 10 krajcárt fizet 1 órai olvasásért, csak hogy már egy fél órával előbb kell elindulni, mert elkésni nem lehet, mikor pedig hazajövök, akkor van a vacsora a konviktusban. Este pedig tanulni kell, és szerdán, szombaton délután sem írhatok, mert akkor egy osztálytársamat kell tanítani latinra és számtanra, ezért nem írhattam idáig még édes jó szüleimnek. Itt megállott és pihent. Ebből elég jól kivágta magát, mosolygott is egy kicsit örömébe, erre még édesanyja se szólhatna ugye semmit. Kint fújt a szél, a havas lücskot vert az ablakhoz. Szegény édesanyját látta most, hogy mesztelen karral viszi a moslékot a disznónak. Lekönyökölt az asztalra, és nézte, nézte vakulásig a saját betűit, közbe eszébe jutott tavaly, mikor ő otthon volt, megérkezett egyszer hozzájuk az András bátyám, az édesanyjának a testvére, Gépész Kovács, nagyon derék, jó ember, okos ember, szépen tud beszélni, mindig, mintha prédikálna, mert pap szeretett volna lenni, de nem tanítatták ki, szép kongó hangja van, mindenki túl kiállt, és mindig csak szépeket és jókat mond, mintha a katedráról mondaná s híveknek, és ott volt egész télen náluk, mert nem volt állása, csak rakta a fát a tűzre, és ott ült a kis széken, csak olvasott egész télen regényeket olvasott, meg újságot és gépészeti könyveket, és miatta mindig jobban kellett főzni, mert ő bizony nem ette meg a hítvány ételeket, bort is ivott néha, fél litert hozatott tővel a kocsmából, és megitta. Mondotta néki néha, Bertalan, gyere, így áll egy pohár bor, de az édesapja azt kiáltotta rá. De hogy iszok, akkor nem tudok dolgozni. Mert ő egész élen szántalpat faragott, és egyszer is egy ilyen rút zimankos időben kínkínlódik egy nagy tőkével, amit le kellett ékekkel hasítani, és ahogy ott birkózik, kimelegedve megy arrafelé édesanyja, látja az urát, hogy a rút időben hogy veszkődik szegény, hamar bemegy, és azt mondja Andrásnak, ugyan te, van neked lelked, el tudod nézni, hogy ez a szegény ember úgy kínlódik avval a nagy fával, elejt segíts neki. Arra az András bátyám megmozdul nehézkesen, és kinéz a könyvből. Aztán azt mondja, falduzmaszkodva, nehogy megyek, eszem ágába sincs azzal. Visszafeküdt a könyvbe, és tovább olvasott. Kis idő múlva mérgesen felállt, elment hazúról.
Édesanyja hangot se lelt, csak kifordult a szobából, s odakint sírt. És ő ott pisszegett, körülötte bezzeg szívesen segített volna, ki is ment legalább nézni. Ott fagyoskodott darabig az édesapja mellett, s kékre fagyva didergett, mikor észrevette az apa, és rákiáltott: mit vacogsz itt, takarodj be! De ő csak állt, igazat megvalva, szívesen szaladt volna be, mert kint rettenetes hideg volt, s neki valósággal fájt a hideg. Senki se tudta az ő önfeláldozását, sem apja, sem anyja, sem más, s ez még jobban fájt. Mindjárt veszekedett a kis öccseivel, akik a szobában lármáztak, hogy csend legyen, s meg is rázta a kis Ferikét. Könycsordult ki a szeméből, itt ülve a kollégium meleg cétusában, s lekönyököl, hogy a két öklével eltakarja a könnyeit, most vajon. Hogy vannak odahaza? Van-e tűzifájuk, s van-e kenyerük? És a nagyanyja most is vesze mindig egy kiló kávét, mert nem issza meg a tejet magában, és köménymagos levest a világért sem, neki mindig külön kávéja van, amiből senki más nem kap. Ő maga pörköli és darálja a régi kávédarálón, s olyankor tele van a szagával az egész ház, s azt a szagot ki nem állhatja egyikük sem, mert abból ők úgysem részesülnek. És húst is mindig hozott a nagyanya, mert gyomorbajos, s nem tud azon a hitvány ételen megélni, amit a gyerekek esznek, s nem mert neki senki sem szólani, mert nagyon tisztelik a nagyanyát, mert az ő apja döntötte nyomorúságba, mikor elárverezték miatta otthon a birtokot egy rossz spekuláció miatt. Azért hallgatni kell, Isten őrizzen, hogy megsértődjék. Ők ketten nem is szenvednek, sem ő, sem az apja, mert a nagymama gondoskodik magáról, az édesapja pedig agyon dolgozza magát. S vagy jókedvű, vagy mérges, de mérgese tart sokáig, mert egy-kettőre kikáromkodja magából kedvére. Senki más nem szenved, csak az édesanyja, akinek dolgozni kell, az egész családra pedig vékony, gyenge, szomorú kis teste nem dologra való, csak a nyomorúság kényszeríti rá, hogy dolgozzon, mert ő is olvasni szeretne, és tanulni, szórakozni, de folyton mosnia kell, és főzni, takarítani, varni a sok gyerekre, és még a parasztlányoknak is var. Az egész ház tele van a friss kartonok szagával, és enni szeretne szegény, jól lakni, de pihenni mindig csak az övé a legrosszabb falat. Akkor eszik, ha az ura bevágja az ajtót. Most lég, edd meg magad, amit főztél! Akkor ők megeszik. Kis, éhes, sovány gyerekecskék, a sovány kiapadt anyjukkal. Soká ült itt a levél fölött, s egészen elvágyott. Nem bírt ülni, szeretett volna lefeküdni, de nem mert, nem volt megengedve. Pedig ma már annyit szenvedett, úgy ki volt merülve, hogy nem bírt a széken ülni. Letette a fejét a karjára. Egy kicsit az asztalon nem akart elaludni, de egy perc múlva már le volt ragadva a szeme még. Azt gondolta, hogy csak egy kicsit gondolkodik a levélen, és már aludt. Azt álmodta, hogy az édesapja azt mondta: no, add csak azt a reskontót, megyek a pénzért. Ennek örült, mert nem tudott volna elmenni a pénzért, hanem azért iszonyúan megrémült, mert tudta, hogy elveszett a reskontó. Hamar úgy tett hát, hogy keresi, ugrált, minden fiókot kihúzott. A sifon fiókját, a láda fiókot, a gép fiókokat, csak úgy ugrált a kisházba minden pillanatban, egy másik fiókban babrált. Az édesapja meg csak nézte, nézte ingerülten. Tán eladtette, bitang!
mondott egyebet, de ő rettegett, hogy most mindjárt káromkodni fog, mert iszonyúan tudott káromkodni, ha megharagudott, s annál jobban ugrált, úgy röpködött a kisházban, mint egy veréb, érezte a szárnyát, ahogy ide-oda csapódott, semmi súlya nem volt a testének, csak úgy verdesett, minden bútoros hozzácsapódott, s nem lelte a reskontot. Mit ugrálsz itt, nem harapom le az orrod? Na, hová tetted erő? Megállott. Végre, reszketve állott az édesapja előtt, aki pirosbarna arcával, nagy, bölcs homlokával komolyan nézett rá, alig volt nála magasabb, és csak nézett a szép, kék szemével erősen és komolyan. Akkor ő lesütötte a fejét, azt mondta, nincs meg. Hová lett? Kilopta el. Ő alig hallhatóan kimondta. Böszörményi. Böszörményi. Bosszúból, hogy rám fogta, hogy én elloptam az ő kését, és bedobtam egy nagy szemétláda mögé, hát ő most, hogy bajt csináljon, ellopta reskontót, és széttépte, és én láttam is, amikor széttépte, de nem tudtam, hogy mi az, és azért nevet rajtam. Az apja lassan gondolkodva elfordította a szemét, és azt mondta, jó, most megyek, kiköszörülöm a fejszét, gyere hajtani a köszörűkövet. És már akkor hajtotta is a köszörűkövet szélsebesen, és hallotta a fejsze sírítását, ahogy a köszörű fogta, és iszonyan félt, hogy most az édesapja ketté hasítja a beszörményit, mert tudta, hogy arra kell a köszörülés, és iszonyúan rázta a hideg, és már látta, hogy beszörményi jön az utcán, Debrecenben, a nagypiacon, és nevetve jön, és nem tudja, hogy most ketté fogják vágni, és prémes sapka van a fején, és akkor az édesapja emeli a fejszét, és emeli olyan magasra, mint a nagy templom gombja, hogy lecsapjon beszörményére, és akkor ő belekapaszkodik a karjába, és torka szakadtából kiáltja, hogy édesapám! Az iszonyú rémületre feljött, mert megiszonyodott, hogy nagy úr az ágyon észrevegyen valamit. De nagy úr olvasott, s ő ködös, lázas szemmel bámult rá egy darabig. Megértette, hogy álom volt az egész, pedig olyan eleven volt, azt hitte, ez mind megtörtént. Addig bámult nagy úrra, míg ez megmozdult, észrevette erre, ő megijedt, félt attól, hogy valaki most szóljon hozzá. Hamar lesütötte a szemét, a levélre nézette, az is bántotta. Félelmes volt most újra elolvasni a betűit, nyugtalan és hajszolt életének a jeleit. Nagy úr felült az ágyon, s így szólt. Látja, kisnyilas, ez borzasztó. Tudja, mit olvasok? A magyar nemzet legősibb történetét, azokat az utazásokat, amiket a magyarság őshazája felé végeztek eddig magyar emberek. Erre Misi Mohó nézett fel. Ez az a egy téma, talán az egyetlen, ami most meg tudja őt ragadni. Egyszerre Mohó láz és éhes vágy támad benne, és kívánta hallani, amit nagy úr mondani akart. Úgy élünk mi itt Európa közepén, mint egy zabi gyerek. Persze maga nem tudja, mi az, mondta nagy úr. És én nem is fogom megmagyarázni. Szóval tudja, egy olyan gyerek, aki szégyelli a születését, nem ismeri a szüleit, és nem ismer utána járni, csak emészti a kíváncsiság, hogy bár mindent megtudna róla. Misi találva érezte magát, soha senkinek nem merte elmondani a szüleit, sem a szegénységüket, sem a bajaikat, sem azt, hogy az apja paraszt volt, sem azt, hogy az anyja kicsit púpos, sem azt, hogy a nagybátyja milyenek, sem azt, hogy tönkrementek, egy szót sem, mert
Nem volt egy szónyi sem otthon az életükben, amivel dicsekedni lehetne. Most látja, itt élünk Európa kellős közepén, olyan ez a kis Magyarország, mint egy szív, még a szívnek is a két kamrája is megvan benne rajzolva. Ezt Misi nagyon szépnek és igaznak találta, nemigen ismerte ugyan még a szív belsejét, de a szív a legszebb szó, amit a nyelv mondhat, és boldog volt, hogy a magyar föld a szívhez hasonlít, s a saját életére is azt gondolta, hogy az minden baj és nyomorúság mellett is a szív nevét érdemli. Mert a szívük él nekik, mintha egy nagy beteg szív volna az egész életük. Hát nem borzasztó az, hogy itt vagyunk Európa közepén, élünk, dolgozunk, kínlódunk, dalolunk, vigadunk, s nincs az egész világon sehol még nép, amelyik megérteni a mi nyelvünket. Sem a nyelvünket, sem az érzéseinket, sem az életünket. Magunkba kell itt lennünk, senkire se lehet számítani, csak ellenségünk van a világon, barátunk, rokonunk sehol. Misinek könny szökött a szemébe, mert a maga élete a saját sorsa ez. Itt kell neki Debrecenben, ebben az idegen nagyvárosban, ebben a nagy kollégiumban élnie, és nincs senkie, sem erre, aki segítene rajta. Akármi történhetik itt vele, nem fogja védeni senki soha. Nem volt ez mindig így, folytatta nagyúr. Volt valaha messze az Urálban, a Volga mellett egy Magna Hungária, Nagy Magyarország. Abban az időben, amikor ide költöztünk erre a mostani hazánkba, akkor folytonosan összeköttetésbe voltunk az őshazával. Bíborban született Konstantinos görög császár, még ő írja, hogy az ő korában, Krisztus születése után a 10. században követeket szoktak küldözni a magyarok a keleten maradt rokonokhoz, meglátogatták őket, tudakozottak felőlük, és gyakran kaptak hírt tőlük. Misi megerőltette az agyát, ő még a gimnáziumban nem tanult történelmet, az csak majd a következő osztályban fog tanulni, de már az elemi iskolában is tanult valamit a magyarok históriájáról. Annyit már tanult, amennyinél többet sohasem fog otthon tanulni, egy parasz gyerek sem. Azok otthon a faluban felnőnek, emberek lesznek, és nem fogják többé hírét hallani a történelemnek, annyival élnek, amit ő tavaly kileckézett tőlük. De az nem volt kép az ő lelkében, amit ott tanult, csak szavak voltak, ami semmi különöset nem jelentettek. Arra emlékezett, hogy őseink Ázsiából költöztek ebbe a szép hazába Árpád vezérlete alatt. Most azonban egy pillanat alatt valósággá, emberi történetté lett előtte a magyar nemzet élete. Délelőtt az öreg Názótól megkapta az ősember érzését, és most egyszerre látta az ős magyarokat olyan ruhában, ahogy tavaly törökéknél az ágy fölött volt a képen az Árpád pajzsra emeltetése. De még aztán is kellett, hogy érintkezzenek egymással, mert tudtak egymásról. Nem hallott még maga a Julián szerzetesről, nem? Hát, IV. Béla király idejében ez a Julián szerzetes négy társával elindult, hogy megtérítse keresztény vallása a régi magyarokat, akik persze még pogányok voltak. El is jutottak oda, sok viszontagság után. Konstantinápolyon mentek keresztül gyalog. Borzasztó út. Onnan a Kaukázusba. Vegy elő a térképet, megmutatom. Misi gyorsan előkereste a Kozma Atlaszt, és kikeresték belőle Oroszország térképét. Így ment le talán Székesfehérvárról a Duna mellett, talán csónakkal Belgrádig, onnan gyalog, Konstantinápolyig. Ott hajóra ült, és 33 nap alatt áthajóztak a Krím-félszigetre, keresztül a Fekete-tengeren. Onnan megint gyalog a Volgáig, de a Krimből kettő visszafordult, mert már nem bírták a nyomorúságot, a koplalást és az üldözést. Ők tovább mentek. Valahol a Volgánál utolérte őket valami ragályos betegség, és abban elpusztult az utolsó társa is. Gellértnek hívták, de
Ez nem volt Szent Gellért. Szent Gellért nem volt magyar, hanem olasz. Ez éppen hittérítő volt nálunk Julián előtt 200 évvel. Szóval Julián szerzetes gyalogvándorolt felfelé a tatárok földjén egészen Kazánig. Ezen a tájon volt akkor Bolgár ország. Csupa pusztaság volt ez az egész vidék, csak bőrsátrakban laktak a pusztai népek, marhát őriztek, mint itt a Hortobágyon. Itt még most is úgy élnek a gulyások, mint ott éltek. Hát mondom, itt véletlenül egy magyar asszonnyal találkozott, akivel beszélni tudott, és az megmagyarázta neki, merre menjen, Nagy Magyarországba. El is ment az úton, s másfél nap múlva szerencsésen megérkezett a magyarokhoz. Na, hát itt megörültek neki. Házról házra híták, etették, itatták, kérdezősködtek, mint otthon a messze elvándorolt testvérekről. Kérdezték, hol vagytok, hol szenvedtek, tudjuk mink, hogy megszereztétek az Attila örökségét, csak becsüljétek is meg, és efféléket. De nem sokáig maradhatott itt, mert a nagy magyarok fejedelme azt mondta neki, térj vissza, vérem, az országotokba, s mondd meg a királynak, az én testvéremnek, hogy én a régi magyarok fejedelme, köszöntöm és ölelem és csókolom őtet, s azt üzentem, hogy hamar készüljön a nagy veszedelemre. Jönnek napkeletről a tatárok, s azok az egész világot el fogják pusztítani. Már én is megkaptam a parancsot, hogy minden fegyveresemmel hozzájuk kell csatlakozni. De ennek a parancsnak ellent mondani nem lehet. Ő legalább gyűjtse össze fegyvereit, s szövetségeseit, hogy illendően ellent tudjon állni a tatárnak. Így szegény Julianus már június 21-én megindult visszafelé, de nem azon az úton, amerre jött, hanem egy rövidebb úton, amit a nagy magyarországiak tanácsoltak neki. A Volgán jött felfelé hajóval, aztán az Okán 15 napig, azután az oroszok és a mordvinok országa között jött el, a ruténeken át a vereszkei szoroson haza. Karácsony harmadnapján érkezett meg betegen a királyhoz, negyedik Bélához, és mindent elmondott neki. És úgy is lett. 4 esztendő múlva a tatárok itoltak, és mindent kipusztítottak. Azért mégis annyit elért Magyarország, akkor is, hogy a tatárok nem mentek tovább Európába. Hát, mindig ez volt a mi sorsunk. Nekünk kellett feltartani a keleti vadnépeket, mindig Magyarország volt a szélső harctér, ahol igazi bástya fogadta a keleti hordákat. Nem bámulatos, hogy a magyarság azért jött keletről ide, hogy 1000 éven át folyton ő akadályozza meg, hogy Európát baj ne éri a keletiektől. Abba fogyott el a vérünk, hogy a keleti atyafiakkal verekedtünk, s védelmeztük a nyugati idegeneket, akik 1000 éven át folyton idegenek maradtak hozzánk, és gyűlöltek. Darabig szótlanul nézték a térképet, most nagy úr kinyitotta Ázsia térképét. Nézze, valószínűleg itt volt az az ősi bölcső, ahol a történelmikor elején éltek még a magyarok. És meghúzta az ujjával Szibéria délnyugati részét, délen az Araltó, nyugaton az Urálig, északon az Obig, keleten az Altái hegységig. Itt élt együtt a finn-ugor osztják magyar hun-avar népség. Abban az időben nagy nyugalom volt az egész világon, nagy fejedelmek voltak, nagy birodalmak. Akkor csinálták az ősi eposzokat és meséket. Az ősi hős énekek elmondták a mesés őskort, a világ teremtését és a nép kialakulását. A mesék pedig megmutatták, mulattatták a nagy fejedelmek udvarát.
Egy pár ezer évnek kellett eltelnie az utolsó népvándorlás óta, mert ne gondolja, hogy ez a népvándorlás volt az egyetlen, mikor a római birodalom felbomlásakor ázsiai hordák elözöllötték egész Európát. Volt már azelőtt is, mikor a turáni népek egész Franciaországig feldúlták azt az ősi világot, amelyről még nincsen is írott emlék. Úgyhogy a németek, angolok vére szintén tele van turáni keveredéssel. Azt tette őket erőssé, és ki tudja, még régebben hány ilyen népvándorlás volt már, hiszen valaha itt nem volt tenger, ahol most ez a töménytelen sziget van Ázsia és Ausztrália közt. Ez mind egy összefüggő szárazföld volt, és szabadlábbal meg lóháton mehettek át Amerikából Ausztráliába, és Ázsiába, és olyan földrészekre, amelyek ma lent vannak a vízfenekén, mert azt tudja ugye, hogy a föld az belül tűz, ma is. Csak egy vékony kéreg van a tetején, ami föld. Most már, mint mikor a szénégetők égetik a szenet, ha a szén összébb hull, akkor kiég, akkor a tetteire hányt föld. Láttad már maga a szénégetést? Igen, a nagybátyám Kovács, és akkor láttam, egyszer voltunk kint vele a Beregi erdőn. Na, hát akkor tudja, mit beszélek. Egyszer csak behorpad a föld a szénkúpon. Hát így horpad bené a földkéreg. Akkor persze a víz megmozdul, és befut az új süllyedésekbe. Hát így történt az, hogy ez a déli világ egyszer csak víz alá került. Mert nem itt volt ám a műveltség ősi helye Európában, hanem ott délen, a mai malájoknál. Tudja, ezek a legősibb mesterei a kultúrának. Most csupa vadember, de valaha ők fedezték fel a csillagászatot is. Ez volt az özönvíz, ami a legmagasabb hegyeket is ellepte. És minden ember elveszett. Na, de ez nagyon régen volt, csak a vallásos könyvek tartották fenn az emlékét. És amit a magyarokról beszélek, hogy valahol itt laktak, a mai Kirgiz-Cseppén, együtt a többi rokon népekkel, ez sokkal későbbi dolog, ez már itt volt a görögök korában. Megérti maga, amit én beszélek? Igen. Hát nézze, abban az időben, mikor a görög világ is a végét jártam, már túl voltak a nagy kultúrán, jött a barbár, Nagy Sándor, aki elfoglalta az egész Görögországot, akkor itt is mindenütt, mintha csak megérett volna az egész világ a rothadásra. Itt volt Kis-Ázsiára messze keletig a Perzsa birodalom, aztán az Indiai birodalom, aztán itt fent a tatárok birodalma, aztán a finnugor népek, aztán Európában évszázadok, sőt évezredek óta egy helyen lakó népek a folyók mentén terjedtek, a szláv fajok keresztül kasul harcoltak rajtuk a germán fajták. Hát akkor ez a Nagy Sándor egy csapat macedón katonával nekivág a világnak, s összetöri az egész keleti uralmakat, megveri Dáriust, elmegy egész végig az iráni fensíkon, az Indusig, mint mikor a villám belevág az erdőbe, és mindent felforgat és feldúl. Az egész nem tartott csak egy-néhány évig, akkor meghalt, de iszonyú híre lett. Itt fent a turáni népek megtudták, hogy az irániak ilyen gyengék. Felfordult az egész békés világrend. Megindultak a góbi sivatag tatár népei, meg a turáni népek, s hozzáfogtak dúlni délfelé a gazdag Kínát, s a gazdag Perzsiát. Ettől megjött az étvágyuk, s most ezek a komiszpásztor népek nem akartak egyebet, csak rombolni. Kínának volt esze, épített ellenük egy olyan kőfalat, hogy azon nem ment át a lovas tatár. 12 méter magas kőfallal vették körül az egész ország északi határát. Borzasztó munka volt. 150 évig építették, ez csak attól a hangya kínai fajtól telt ki. De akkor már a tatárok nem akartak ráfanyalodni a kancatejre,
hogy megkóstolták a vért. Hát elindultak nyugatra, Európa felé, mert annak is olyan híre volt, mint a kínai gazdagságnak. Egyik nyomta a másikat előre. Ebbe az időbe már a finnek kiszakadtak a magyarugor népek közül, és előre mentek északra, lappok még jobban északra, ezek szegények felé szorultak máig a Jeges-tenger partjára, de alig, hanem a magyarok is kiszálltak valahol, mert tudja, Kézai Simon, aki az utolsó Árpád-házi király idejében írta le a magyarok történetét, azt írja egy helyen, hogy a magyarok valahol olyan vidéken laktak, ahol örökös köd van, s nyár nincsen, csak 3 hónapig, akkor is csak 3 óráig látni a napot, 6 órától 9-ig. Hát ez az északi sarköv leírása, az északi fény, az az örökös köd, és csak ugyan ott 3 hónap az egész nyár. Honnan tudták volna ezt? Ezelőtt 600 esztendővel, ha nem emlékezett volna a szájról szájra járó hagyomány a személyes tapasztalatra. Na, de becsülöm az eszüket, hogyha ott jártak is, nem sok időt töltöttek ott, nem tetszett a magyarnak ott a világ, jobban lesz nekik a Duna-Tisza közén, gondolták magukba is szépen. Lelegeltettek az Urál túlsó partján, le egészen a Volga mellett, itt szakadhattak el valahol. A konzervatív öregek azt mondják, jó lesz már nekünk ez a föld, de a hegyke fiatalok addig epciáskodtak, míg tovább nem mentek, átúsztattak a Volgán, elmentek a Don mellett, azon is átúsztak a tömlőiken, és úgy akadtak a meotiszi ingoványokba, ez az itte, a Krím-félsziget. Mikor aztán itt nem fértek, mert ezek sose fértek a bőrükbe át, kijöttek a Nyepperhez. Itt kötöttek szövetséget a görög császárral, itt verték meg őket a besenyők, s tovább szorították a Dnyeszteren át, az lett az Etelköz. Hát aztán már innen csak egy lépés volt, hogy bejöjjenek a Kárpátokon, be is jöttek, és itt volnánk mai napig. Hát szép hely, jó hely. Csak dolgozni ne kéne benne? Misi egészen elfelejtette minden búját, baját, s hangosan felnevetett. Igaz is, mondta nagyúr mosolyogva. Nem eleget verekedtünk annyi ezer esztendő óta, csak menjen végig az Araltótól fel az Ural mellett, az északi Jeges-tengerig, le az Urál mellett a Káspitóig. Keresztül a Fekete-tengernél Lebédia Etelköz itt Pannóniáig, és itt 1000 esztendőn keresztül 10 esztendő nem volt háború nélkül. Még ennyi békességünk se volt tán, mint most, 48 óta. Már 44 éve béke van. Fel kell írni a históriába, vagy ahogy Debrecenbe mondják, a kéménybe korommal, és erre nyugatra nincs rokonunk? Kérdezte Misi. Nyugat-Európába? Kiáltott fel nagyúr. Hogy volna? Itt laknak a román népek, a germán népek, a szláv népek, teljesen idegenek a franciák, spanyolok, olaszok. Mi közünk van hozzájuk? Vagy a németek, angolok, svédek, norvégok, dánok, hollandok, teljesen idegenek. Vagy az oroszok, tótok, horvátok, szerbek, pláne ezek, akik közel vannak, mind megölő ellenségünk. Úgy be vagyunk fogva, mint egy kalitkába. Kivel kössünk mi szövetséget? Francia, spanyol, olasz, ezek harcolnak, míg az érdek úgy hozza magával, aztán ünneplik egymást, mint rokonok. Német és az angol, nincs köztük egyéb ellentét, csak az, hogy melyik legyen az első a világon. Ezért készek volnának az egész emberiséget lángba borítani, de különben nagyon értik egymást. 2 testvér nyelv és testvérészjárás. Az orosz,
az pedig, mint egy nagy kotlós, mind maga alá akarja gyűjteni a szláv népecskéket. De hová csatlakozzék a magyar? A nyelvünkben nincs egy szó, egy íz, ami ezekhez hasonlítson, és éppen úgy nincs a vérünkben sem. Csak annyi rokonság van a nyelvünk, a körülfekvő nyelvek közt, amit felszedtünk tőlük, amivel gazdagodtunk, készen átvettük az ő műveltségükből, így jött be a temérdek szláv szó, megtanultuk, és beolvasztottuk, germán szó, latin és román szó, amit megvettünk, megszereztünk tőlük, de ezt is úgy átformáltuk, hogy az édesanyja se ismerne rá. A magyar ember meg tud tanulni a világ bármely nyelvén tökéletesen, de a magyar még soha idegen születésű meg nem tanulta, hogy épp kézlábról odon tudjon rajta beszélni. De hát ez borzasztó, bámészkodott Misi a térképen, semmi rokon. A rokonok? Áhá! Abból pedig mi hasznunk? Rokon volna a bolgár, de az elvesztette az ősi nyelvét, és szláv lett. Rokon volna a török, de az Mohamedán, és neki semmi egyéb rokonság nincs, csak a vallásbeli. Ezért nem csak, hogy nem voltunk velük atyafiak, de a legtöbbet tőlük szenvedtük a világ teremtése óta. Rokonok a finnek, de szegények messze vannak, és ők is rabságban még százszorta jobban, mint mi. Rokonok az észtek, Zürjének, Szamojédek, Mordvidok, Cseremiszek, Votyákok, Osztyákok, de hát ez már csak olyan rokonság, hogy Ádámról, Éváról, meg a diófáról. Misi a foga közül tréfásan szólt. Édesapám azt úgy szokta mondani, hogy persze, hogy rokonok vagyunk, a te anyád, meg az én anyám, két asszony. Hát így valahogy mondta nagy úr. A Magna Hungária, amit még most is Jugriának írnak sok térképen, megszűnt a tatárjáráskor. Az egész népet elsodorta, szétszórta, minden önállóságtól megfosztotta a mongol áradat. Még Mátyás király idejével tudtak valamit felőlük, mert Mátyás követeket küldött, hogy nyomozzanak utánuk. Neki volt velük célja az országban, úgyis kevés a magyarság betelepíti őket ide, de már akkor az orosz birodalom egységes volt, és görögkeleti vallású volt a cár, és nem engedte még azt se, hogy találkozzanak, hogy hírt vigyenek egymásról. Aztán jött a mohácsi vész, a török rabság. Akkor már senki se gondolt többet rájuk. Még Betlen Gábornak se jutott eszébe, hogy a törökökhöz küldött követeivel próbáljon utána nyomozni a Kaukázusban, s a Volgánál a magyar ősrokonoknak. Nem is érezték ők ennek a szükségét, mert akkor nem nemzeti szövetségben, hanem vallásiban éltek az emberek, és az országok. Betlen Gábornak nem a pogány ős magyarok voltak a rokonai, hanem a protestáns svédek, Gusztáv Adolf volt az ő lelki testvére, nem Karakum, meg a többi. Sokáig nézték a térképet. Misire kezdett rátelepedni ismét a magányosságnak az érzése, hogy a térképet nézte, amelynek vázlatos színeibe a szép kis debreceni cipóformájú Magyarország pirossal volt belefestve. Elszédült attól a rettentő sok néptömegtől, melyek körös körül zöld-sárga lila falánksággal rajzanak, mintha mind száját tátaná, s arccal fordulna felé titokzatos és kísérteties lények módjára. Fenyegetik, mondta rebegve. Nagy úr is soká hallgatott. Hát bizony nem az a kérdés, hogy honnan szerzünk rokonokat, hanem az, hogy meddig van haszna Európának belőlünk.
Eddig is nagyon szép volt Magyarország, de eddig szívesen lemondtak arról az élvezetről, hogy török csatatéren lakjanak, mert mintha azért volna vörösre festve ez a megye, mert ez örök vértenger volt. Jöttek a besenyők, jöttek a kunok, jöttek a tatárok, a törökök. Ezeket a magyar vagy beolvasztotta és megmentette tőlük Európát, vagy megverte, és vérével védelmezte meg a nyugatot. Hát Istenem! Németországnak, Franciaországnak, Angliának sem volt fenékig tejfel az élet, de hát ők veszekedhettek egymással, és dolgozhattak a belső harcok közben, és azok segítségével az emberi általános kultúra építésén, de Magyarország nekünk nem lehetett soha elvi vitákkal szórakozni. Mi nem akaszthattuk fel egymás tudományos problémák miatt. Nekünk egyszerűen meg kellett dögleni a török-tatár-német háborúk alatt. Igaz, a balkáni népeknek még rosszabb volt a sorsuk, mert ezek állandó hódoltságban éltek, s voltak éppen kiegészítő területek voltak a török korban a török államhatalom számára. A szerb, bolgár, dalmát, román népek adták a janicsárságot, 5 évenként sorozták a gyermekeiket janicsároknak. Valódi töröknek nem is volt szabad az lenni, és az állami tisztviselők is mind a balkánfajokból kerültek ki, még a nagyvezír is alig volt igazi török eredetű. Tehát ebben a korban voltak éppen. A Balkán élte ki magát, mint török uralom, Európa ostroma. De a magyarság az mindig csak jégtörő és védőgát volt. De mi lesz a jövőben? Az az egy bizonyos, hogy a múlt érdemeiért nem fogják fenntartani az országunkat, sem a fajtánkat. Kell, hogy valami hasznuk legyen belőlünk. Hogy mi lesz ez, azt nem tudom. Persze az volna a legjobb s legszebb, ha minden magyar ember olyan kiváló volna, és olyan dolgokat tudna produkálni, amiből az egész emberiségnek haszna lenne. Ez a beszéd mélyen megrendítette a kisnyilast. Eddig nem is gondolt volna arra, hogy az országok és a népek együtt számítanak, és egy életet jelentenek, de most úgy nézett a térképre, mintha 10-12 ember állna előtte kidagadó izmokkal, ökörre és bajvívásra készen. Hát, akkor miért vagyunk szövetségben Ausztriával? Szövetségben vagyunk? Kérdezte gúnyosan nagy úr. Nem vagyunk szövetségben, csak felfal bennünket Ausztria. De az a baj, hogy túlságosan nagy falat vagyunk neki, nézze csak. Európa térképén Ausztria, mint egy nagy száj vesz körül bennünket, csak nem bír lenyelni. Nincs teste. Nincs zacskója, ahova beolvasszon, csak egy száj az egész. Egy fertelmesen kitáltott száj. Ez is, mondta Misi, tessék nézni, ez is itt lent, s Románia félkörére mutatott Erdély mögött. Igen, mosolygott gúnyosan a nagydiák. Az is harapós, az is mar. Nagyon tátogott, nagyon be akarja falni Erdélyt, de az is nagyobba fogott, mint amennyit nyelhet, hanem az biztos, hogy kutyamód körül vagyunk fogva. Az ember csak azért nem bosszankszik, mert eszibe se jut. Milyen jó volna most, ha ezt a mardosást érezzük. Szövetséget köthetnénk a hátunk mögött példának okáért a németekkel, hiszen azokban is van egy kis turáni vér az első népvándorlásból, van a másodikból is elég. Ha meg a déli sarkon kezd csaholni, ez a badár, kuvasz, akkor meg a jó bolgár néppel, meg a törökkel szövetkezhetnénk, csak hogy a bolgár, mondom, szláv lett. A török meg tetsz halott,
És az is csúnyán el van szlávosodva, nagyon sokat felszedett az is a sok győzelme alatt. Így politizált a két gyerek a kollégium második emeletén, egy rideg fehérre meszelt cőtusban, egy iskolai térkép felett 1892-ben. Tűnődve nézték mind a ketten a térképet, és keresték a szabadulás útját. Nincs más hátra, mondta a nagydiák, muszáj elvárni a sorsot. Aszá lesz, ahogy lesz. Ha Ausztria addig fel nem abzsolt, ezután már nem fog, mert több baja van neki, mint nekünk. Abba a percbe csak meg kell mozdítani, szétrobban, s lesz belőle egy, kettő, három vagy négy ország. Magyarország mindig megmarad. Jó Zajda, ez a Kárpát ponyvája itt körül, amibe bele van terítve, s jó kötél a Dunatisza, hiszen csak kibírjuk addig, amíg eljön az a jövő idő, hogy a földrajz parancsa szerint Magyarország lesz Európa igazi központja és fővárosa. Mert nézze ezt a geometriai központ, keletről, nyugatról, északról, délről, mind ide tart, ez itt középen olyan, mint a szív vagy a gyomor. Az sem a lábvalóba szívnél. Ennek az országnak van a legnagyobb jövője a következő ezred években, hiszen most már elvesznek a természetrajzi akadályok, a földrajzi távolságokat megszünteti a vonat, a hegyeket lenézi az ihor. Tudja, Jókai megjövendölte, hogy a jövő század regénye már a repülőgép jegyében fog lefolyni, már a levegőben fogja a csatákat megvívni az ember. Egy szóval, csak a központiság jelent még valamit. Itt ez az áldott nagyalföld, ha ezen gazdálkodó emberek fognak dolgozni, Európa belső kertje lesz olyan, mint a kiskert a parasztház körül. Kint a nagy mezők, az orossíkság, balra a gyár és bányavidék, a német-francia kultúra itt lesz középen, a Dunatisza kertjében a kormányzó hatalom belső vára. Ebbe segíthet a magyar jövő nemzedékeknek, meg kell építeni itt az egyenlőség, szabadság, testvériség igazi hazáját, akkor nem lesz ellenségünk sehol, mert az ellenség csak a rablás, a hatalom alapján támad, az egyenlőség, a testvériség alapján nincs ellenség. Ezért lehet bízni csak a jövőben, mert sehol a világon még nem volt olyan forradalom, mint a miénk 48-ban, hogy a főurak s a köznemesség önként ajánlotta fel a parasztságnak a nemesi jogokat. Ha ezt keresztül tudja csinálni az egész nemzet testében, akkor a magyarság egy olyan erős vár lesz, amelyhez nem hasonlítható a legnagyobb birodalom se. De hát ezt maga nem érti, öcskös. A kisnyilas megfeszített aggyal hallgatott. A nagyobb diáknak valóban már inkább szavaiból kiáradó belső tüze hatott rá, mint gondolatainak meggyőző fonala. Azért nem hagyhatta abba a nagy diák a beszédét anélkül, hogy a következőkben össze ne foglalja. Ha a nemzetiségünk a külföldön sehol a világon nincs hasznunkra, érti? Akkor a magyarságunk nem segít ahhoz, hogy ezzel hódítsuk magunkhoz az idegen népeket. A magyarságunk csak arra való, amire a szegény embernek a családi érzése, hogy idehaza összetartsunk, mert mindnyájan egyformán nyögünk alatta egyikünk se bújhat ki a felelősség és a súly alól, hogy ő is magyar. Na hát akkor valami egyebet kell ebből az erőből erősödve produkálnunk, amire büszkén nézzen a külföld, érti? Hogy a külföldinek az, hogy magyar, ne azt jelentse, hogy ez is egy kis rabló a nagy rablók közt, hanem azt, hogy ez is egy komoly és jó munkás a többi munkás mellett.
hogy erre lehet számítani, hogy ennél jó helyen vagynak a talentumok. Hogy erre büszkén nézzenek, hogy nézd, a kis magyarság mit csinált a maga földjéből, hogy mennyit szenvedett török tatár alatt, mégis, ahogy lehetett, rögtön munkába állott, rögtön teremtett. Tanult és dolgozott, szeretett és boldogan munkálkodott. Nincsen itt semmi más, csak szeretni kell dolgozni, tanulni, vidámnak lenni és építeni. Amit más meg tud tanulni, azt a magyar is tudja. A magyar jobban tudja, mert ennél nincsen serényebb, munkásabb és hasznavehetőbb nép a világon. Nincs itten semmi baj ebben az országban, csak a politika. Akkor csengettek odakint az udvaron, a nagydiák feltette a kalapját és kiment. Misi még szerette volna megkérdezni tőle, mi az a politika, de már elment. Darabig még ott könyökölt a térkép fölött. A térkép kezdett barátjává lenni. A színes foltok elevenséget kaptak, szinte megmozdultak a szem előtt, mint egy élő boly, és ezentúl hosszú töprengéseiben Magyarország drága, szép kerek pajzsa egyre szebb színben kezdett fény lenni a szem előtt. Aztán megerősödve és felüdülve a levelét írta tovább. Leírta benne életét, az osztálytársait, akiket szeretett, a tanárait, és valamennyi dicsőítve és magasztalva, és nem emlékezett most semmire, csak arra, ami szép és jó volt az életében. Úgy érezte, ma egészen újjászületett, és szentül elhatározta, hogy úgy fog dolgozni, tanulni, felelni, hogy az egész iskola bámulja saját magát ennek a mindenfelől tátogó, ellenséggel körülvett magyarságnak érezte, szinte büszke volt szülei szegénységére és alacsony sorsára, mert érezte, hogy abból erőt fog meríteni minden baj és minden nyomorúság elviselésére. Neki az volt a példaképe már, hogyha ő egymaga keresztül bír verekedni a bajokon, akkor az egész magyarság győzni fog. Mikor a levelét megírta, borítékba tette, volt neki még otthonról két kis levélborítékja, azt még az édesanyja tette a ládikájába. Egyik zsírpecsétet kapott a csomag tetején, ezt nagyon szégyelte, abozott is, hogy ne tépje el, de röstelte magát, úgy érezte, nem szabad a hibáit sem eltakarni, legyen ez intőjel, hogy ezentúl jobban vigyázzon holmiára. Összeszorította a fogait, és a szemöldökét összehúzta, úgy nézett a távol jövőbe. A latin szintaxis salón alatt kiment a cőtusból. A kulcsot felakasztotta az ajtóférre, ahogy szokták, s elment tanulni a füvészkertbe. Szorgalmasan és buzgón tanult, csak akkor eszmélt fel, amikor kettőt ütött az óra, fél öt volt, sötét is volt már. Fázni is kezdett, akkor jutott eszébe, hogy mennie kell az öreg úrhoz. Ez a mai délután olyan furcsa volt, mintha kiesett volna a világból. Egészen magába volt, magára maradva, mintha nem is tartozna sehová és senkihez. Ma kivételesen nem is örült a felolvasásnak sem. Bántotta ez az értelmetlen olvasás, hogy neki darálni és darálni kell a szavakat, csupa olyan dolgot, amiből semmit sem ért, hiába próbált figyelni a második és harmadik sorban, már egészen ismeretlen és idegen volt minden, hogy megértette nagyurat ma délután, pedig még nem tanult se földrajzot, se történelmet, és mégis mindennel tele van a lelke, és ezeket az újságcikkeket nem érti, s nem, hiába nem. Egyszer csak azt kérdi az öreg úr, még most se húzták ki a számokat? Egyszerre meghűlt benne a vér. Érezte, hogy megáll a nyelve, megmered és sápat lesz. Pár pillanatig neszesen volt, akkor megerősödött abban, hogy szerencsére az öreg úr nem lát, aztán egyet nyelt, és így szólt. Még nem volt az újságba. Ez igaz is, mert az újságban benne szokott lenni a húzás, de ő még eddig nem látta. Nem volt? Nem. Énje a tyúk kaparja meg. Máma sincs benne. Misi forgatta az újságot, nézte. Nincs, mondta megkönnyebbülve. Másikba sincs, azt is végignézte. Nincs. No, gyerünk tovább. Tovább olvasott,
De bent tele volt aggodalommal. Nagyon érdeklődik az öreg úr, mástól is kérdezősködni fog, és akkor mi lesz? Mikor eljött az öreg úrtól, kedvetlen és szomorú. Rosszul érezte magát. Már ma délután kezdett elfeledkezni erről az egész kellemetlen dologról. Szerette azt hinni, hogy elmúlt az egész. Hát Istenem, elveszett az a cédula, honnan lehet azt többet előkeríteni, de mit törődik vele más? Az csak az ő baja, meg az öreg úré. Lógó fejjel lassan ment haza, mindjárt a konviktusba ment, ahol Sándor Mihály azt kiáltotta felé, amint meglátta. Nyilas! Fent volt a Korci, meg Gimesi a Cőtusba. Fent? Szólt ilyetten Misi. Igen, téged kerestek. Leült a helyére, és a villáját kezdte törülgetni, mert az szokás volt a szervétába szúrva kitörülni, a konyhába nem mosogatták el valami rendesen. Mit kerestek nála Orci meg Gimesi? Ezen nagyon megijedt, mert biztosan Lutri miatt. Miért nem voltál délután órára? Kérdezte később Sándor Mihály, aki átnyúlt az asztalon, hogy a só és paprika tartót elvegye. A brúgóját jól megsózta és paprikázta, diák szokás volt, evés előtt ezzel csinálta két vágyat. Délután, mondta Misi, s bambán nézett maga elé. Igen, kérdezett a tanár úr is. Hát, máma, nem szombat van, mondta Misi, s lángvörös lett, egészen elfeledkezett arról, hogy iskola van. De hogy esett ki az eszéből? Még csak ez volt hátra, hogy így el tudjon felejteni valamit, és épp az iskolát. Nem tudta megmagyarázni a szobafőnöknek sem, hogy miért nem volt órán. Végre is kisütötték, hogy beteg volt Lisznyei úr. Nagyon mérges volt, és azt mondta, hogy ő nem lesz dedósoknak a szobájába. Ilyet még nem hallott, mióta két ág, hogy valaki csak úgy elfeledkezzék az iskoláról. A fiúk nevettek, különösen Böszörményi, akinek nevetésében valami egészen különleges volt. Csuda, hogy a fejét el nem hagyja valaki, mondta gúnyosan. Szerencse, hogy a nyakánál fogva oda van ragasztva, mert azt is elhagyná. Misi úgy érezte, hogy ennek van valami nagy fontossága, hogy Böszörményi ilyen hegykén beszél, mert még a Cőtusban senki se beszélt a reskontóról, de már Böszörményi biztosan számítja, hogy egyszer csak ki fog sülni. Egészen bizonyos volt benne, hogy ez lopta el a cédulát. Este megírta a magyar írásbeli dolgozatot. Mit írjak, micsoda betegsége volt? Kérdezte Lisznyei úr másnap reggel. Én nem tudom. Nagy úr sem ment órára. Nyolcadikban nem volt első óra, mondta Lisznyei úr. Szóval nem kell igazolvány. De kérek szépen, motyogta az orra alatt Misi. Az osztályban azt hitte, mindenki rajta fog nevetni, de bizony senki se vette észre. Csak mikor Orci megjött, ezintett neki már az ajtóból. Megbeszéltem a szokáncsténkalak dolgot. Az a kérdés, hogy a budapesti, a víni, vagy a brünni, vagy a prágai, vagy a linci lutrin volt-e kihúzva. Melyikre tettél, Misi hallgatott. Azt se tudod? Nem tudta azt sem. Mert legalább 1000 vagy 2000 forintot kell nyerni. Ha brünni, akkor biztosan legalább 2000 forint. Misinek a szája nyitva maradt. 2000 forint. Ez valami egészen új dolog volt. 2000 forint. Ezt ő el se tudta képzelni. Mi az? Otthon a kis házat a szülei 300 forintért vették kerttel együtt. 2000 forint. Úgy hallgatta, mint az 1001 éjszaka meséit. Megjött Gimes is, mindjárt ide bújt hozzá, egy cseppet se látszott rajta, hogy haragszik a tegnapi dolgok miatt, mindjárt közéig dugta a fejét. Azt mondta szakácsnénk, hogy 2000 forintot nyert, Isten bizony, szólt Orci. Ennek fele az öregi, akkor is 1000 pengő marad neki. Gimesi nagyot csapott az asztalra. Baráték, mondta, Emán Defi! Orci azt mondta, de azt tanácsolom,
Nem kell senkinek megmondani, maradjon ez hármunk közt, mert ha megneszeli a tolvaj, akkor mindennek vége. Misi rábámult. Ez már azt is tudja, hogy tolvaj van. Összebújtak hárman, és egészen suttogva beszéltek, Orci mondta. Mi nekünk most szerződést kell kötni, hogy mindent megbeszélünk egymással. Óra után kimegyünk a hátulsó udvarba, és megbeszéljük rendesen. Igen? Mondta Gimesi. Én azt indítványozom, vegyük be Tannenbaumot is. Nem kell senki, mondta Orci. Egyelőre csak maradjunk hárman. Helyes a bőgés, mondta Gimesi. Nekem az is mindegy. Vigyázni kell, szólt Orci, hogy senki meg ne sejtsen semmit. Hogy elmúlt az óra, rögtön elfutottak, mindhárman a hátsó udvarba. Ott hátul volt az a bizonyos barna, rosszagú deszkavár, annak a sarkánál a kerítésnél összedugták a fejüket, és hozzá fogtak tanácskozni. Legelőször is biztosítani kell, mondta Orci, a titoktartást. Választunk magunk közt egy elnököt. Helyesen rátszavazok, mondta Gimesi, én is, szólott Misi, bár nem értette, miért kell három közt egy elnök. Na jó, ha ti akarjátok, nem bánom, mondta Orci, de csak akkor fogadom el, ha becsület szentségtekre megesküztök, hogy mindenben szót fogadtok, de valkon engedelmeskedve. Helyes. Nem szabad sokat együtt lenni, mondta Orci, mert az gyanút kelt, hanem most nekem úgyis ablakórám lesz. Majd kigondolom a tervet, és megcsinálom az alapszabályokat. Ezzel kezet fogtak. Misi nagyon furcsán érezte magát, láza volt, és dobogott a szíve, hogy az ő ügyéből ilyen titokzatos dolog lett. A következő óra énekóra volt, és most aztán igazán hiába beszélt és finomkodott Csoknyai tanár úr, egész órán keresztül lázban és önkívületben ült Misi. Csak azon csodálkozott, hogy Gimesi épp olyan fesztelen és természetes, mint máskor volt. Babrált a fizeteivel, ceruzát faragott, a könyveit kiszedte, meg berakta. Szóval épp úgy piszmogott és maszatolt, mint más énekórán. Misi viszont lázban elrévülve ült, és egész testén forró érzés folydogált le és fel. Mikor vége volt az órának, Orci mindjárt jött. Tudjátok, mi történt? Kérdezte nevetve. Az udvaron járkáltam a kút körül, akkor odajön egy akadémista, vagy teológus, leveszi a sapkámat, és így tesz vele. Megcsapja a fejem, azt mondja, te miért nem mégy órára? Mondom neki, most nincs órám, mert énekóra van. Igen, azt mondja, zsidó vagy, és meg akarja nyomni a fejem. Ezen nagyon kacagtak, idegesen nevettek mind a ketten. Én nem vagyok zsidó, hanem katolikus, mondtam neki. De az meg azt mondta rá, ó, ismerlek, avval elment. Gimesi görcsösen nevetett. Jaj, de jó vicc, mondta. S a szemét egészen behúnyta, úgy nevetett, az egész arca vörös lett a nevetéstől. Orci folytatta. Akkor jön egy tanár. Az az öreg, olyan fehérhajú, akit Imre bácsinak hínak, azt mondja. Na, ha nincsen órád, ne ácsorog itt kint, hanem gyere fel a könyvtárba. Hát felvitt a kollégiumi nagy könyvtárba, ahol nincsen egyéb csak könyv, és ott adott nekem egy jó könyvet, és azt olvastam, azután mindig oda megyek, ha lyukas órám lesz. Micsit csodálkozva és irigykedve nézett Orcira. Oda szeretett volna ő bejutni. Istenem, egy olyan szoba, ahol csak könyv van. Ennél tündéribbet elképzelni se tudott. Hát én aztán ott mindent kigondoltam és megcsináltam az alapszabályokat. Itt van, leírtam három példányban, hogy mindenikünknél legyen egy alapszabály. Misinek ez is nagyon varázslatos volt, de honnan tud Orci ilyeneket kitalálni, tisztelettel nézett rá, mint valami felsőbbrendű lényre. Az alapszabályok így hangzottak. Alapszabály. 1. A név. Lutristák. 2. A tagok vérszövetségben vannak, mint testvérek. 3. Semmi titok nem létezik. 4. Elnök, titkár, jegyző. 5. Idegeneknek elárulni tilos, ez az egész. Én jegyző szeretnék lenni, mondta Misi Gimesinek csendesen. Te meg indítványozzál engem titkárnak, mert én meg titkár.
Gyimesi titkár, súgta oda Misi Orcinak. Hisz te vagy a titkár, mondta Orci. A te titkod az egész. Hát ez ellen nem lehetett szólani. Nem igaz, mondta Gyimesinek Orci. Az ő titka, hát akkor ő a titkár. Gyimesi elkedvetlenedett. A titkárnak titkot kell tartani. Ez meg már mindent elárult. Én még jobban tudom, mint ő. Az igaz, mondta Orci, és nevetett. Ha jó titkára volna maga magának, akkor most nem tudnánk semmit, ez igaz. Ez csak jegyzőnek való, hogy feljegyezze, amit más csinál. Misi nem érezte sértve magát, nevetett, és már boldog volt, hogy a csitvári krónikába végre lesz mit beírni.